Szeretettel üdvözlök mindenkit a Dragon's Dogma 2 következő epizódjában. Ott tartottunk a tegnapi napon, hogy megcsináltuk a Sphinx 7. küldetését, és a 8. küldetésben szembesültünk vele, hogy hát az bizony az egyik, hanem a legnehezebb küldetés az egész játékban. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon törékeny vázát kell iszonyatosan messzire eljuttatni Bagbatal városába a térképen. Várjál. A térképen innen fentről, talán honnan innen fentről kellene elvinni azt a csodálatos vázát így egészen vissza, itt egy kunkorban lefele, a főúton le tovább és ide egy NPC-hez. Ezt szerintem nem tudjuk kivitelezni anélkül, hogy a váza összetörne a kezünkben. Hát ugye tudjátok, hogy kb. Lépten nyomon mindenféle lény nekünk ugrik, meg bosszok jönnek, meg tényleg mindenféle dolog, ami csak a csövön kifér, úgyhogy azt találtuk ki, hát igazából a többiek, akik itt voltak éjszaka, hogy fognunk kellene a fickót, és a fickót kellene elvinni a vázához, akinek le kell szállítani a vázát. Úgyhogy mivel most nincs ott portkristálunk, ezért adódott a probléma, hogy hát akkor szerezni kellene, úgyhogy tegnap szépen megcsináltuk az egyik ijász fickónak a küldetését, és ő fogja majd adni a következő küldi szinten, hogyha azt is teljesítjük majd azt a portkristált. Na de kiderült közben, hogy van valamilyen Phantom Oxkárt, ami éjszaka rója itt az utakat, és úgy néz ki, hogy pónokat csempésznek, itt fog majd megjelenni, és azt kell követnünk. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor itt fent, errefelé fogunk jönni, a Misty Marshes-ban van egy portkristál elrejtve, azt meg kell szereznünk a Griffnek a fészkéből. Hogyha ezzel is megvagyunk, és követtük az Oxkártot, és eljutottunk végül is Checkpoint Restaurantba, akkor itt van egy fickó, egy nagyon fontos régens királynővel szemben álló nemes ember, aki az ellenzék vezetője, és hát ennél fogva ugye a mi oldalunkon áll. Szóval ő neki az Oxkártyát majd vissza kell kísérnünk a fővárosba. Hát ez is egy rohadt hosszú út lesz, úgyhogy most elmegyünk odáig, megcsinálunk mindent, majd visszajövünk. Közben el fog telni annyi nap, remélhetőleg, hogy az IAS srácnak a küldetése újra elérhetővé válik, hogyha esetleg megszereztük a portkristált innen, és ide eljöttünk, akkor ide le fogjuk azt tenni, hogy vissza már ne kelljen akkor végigmenni az úton. Visszajövünk a nemessel, megcsináljuk a srácnak a küldetését, és hogyha minden jól megy, akkor a dolog végére 2 darab portkristállal gazdagabbak leszünk, és akkor visszateleportálunk ide, azt a portkristált azt én ott is hagyom, lemegyünk a mondjad már a Sphinxhez, lerakjuk a portkristált, elteleportálunk Bagbatalba, felvesszük a fickót, visszateleportálunk a Griffhez, és ezzel legalább 5-6 küldetést le fogunk tudni a következő rész tartalmából. Igen, tehát ez annyira hosszú ez a terv, amit kitaláltunk most, hogy hát meglátjuk, hogy mennyire gyorsan sikerül vele haladnunk. Én remélem, hogy sikerülni fog. Na, bele is kezdünk akkor. Ez most a reggel vagy az éjszaka? Reggel van szerintem. Tehát, hogyha reggel van, akkor a Phantom Oxkárt az éjszaka fog megjelenni, úgyhogy kempet csinálunk ide az Elite Camping Kittel. Felírtad valahova? Nem, az egész a fejemben van. Ezt mindet betéve tudom. Aztán majd tudod, jönnek a random dolgok a játékban, amik aláássák majd ezt a kitalációt. Hát megrohadtak a húsaink. Viszont van egy aged. Az jó lesz. El fogom felejteni. Nem. Nem lesz gond. Most elmondtam nektek is. Most már 100 ember tudja, hogy mit akarok csinálni. Úgyhogy szerintem tudni fogjuk, meg fogjuk tudni oldani. Mert akkor estig a pihenés. Zia, srácok, a küldetését nyomod? Hát nagyon jól teszed, mert nagyon értékes az a reward. Az a portkristál az nagyon fontos. Mert a fény és nézzük a Phantom Oxkárt megjelent. Hopp. Vízbe nem szabad belemenni. Elméletileg itt kell megjelennie valahol. Ezt az almát még megeszem. Nagyon remélem, hogy ott lesz, és nekem csak követnem kell. Hopp. Mekkora állat. Hát de ezek nincsenek itt. De ott van! Ott van a Phantom Oxkárt. Oké. Akkor ők most elindulnak. Nekem pedig semmi dolgom nem lesz, csak figyelni.
és utána menni. Szerintetek észrevesznek, hogyha itt ég a... Biztos, hogy észrevesznek, hogy a lanternnel itt nyomulok, nem? Eddig minden szuper. Annyi megmaradt, hogy Sphinx meg küldetés. Igen, ezek lesznek. A küldetés szerint kövesd a Phantom Oxkártot a célja irányába, és aha, győződj, vagyis hogy hát tudd meg, hogy van-e Disszának a régens királynőnek valami köze ehhez az egészhez. Ők azok, akik a pónokat betöltik ebbe a ketrecbe, és akaratukon, hát nincs nekik akaratuk, ugye, tehát hogy igazság ez szerint engem hívott. Szolgálnak. A pónok. Na, most őket csempészik el valahová, és nem tudjuk, hogy mit céllal csinálják ezt. Lehet, hogy közelebb kell mennem? Over here, master. Allow me to lead the way. I should like to put my knowledge to good use. Szétlen nagyon szeretne vezetni minket, de... Lead the way. És még közelebb menjek? Kikapcsolom a lámpást. Azt mondták, hogyha... Hát ez nem megy sehová. Hogyha direkt rámegyünk, és kérdőre vonjuk őket, akkor tutira tönkre megy a küldi. Ott ül fent a csávó elől. De miért nem megy sehová? Ez be van zárva. Mentés történik, és ennyi? Nem feltűnő, hogy itt áll egy egész csapat, és várja, hogy menjenek. És ez a fickó, ez kicsoda? Ennek fáj a feje? De milyen menő ruhája van. Nézd ezt a páncélt. Tiszta király, és milyen részletes. Ilyen sárkány pikkelyek vannak rajta? Hú, ez valakinek a nagyon erős pónja lesz, ugye? Bélának fel kéne venni a pónját. Nem egy dédra? Ja, hát azt mondom, az is lehet akár. Lehet, hogy hátrébb kell jönnöm, és akkor indulnak majd el. Most már bármi lehet. És hogyha kijövök a küldi zónájából, és most megyek előre vissza. Hopp, elveszett. Ne szórakozz. Hogy elvesz. Most itt van. Hát én ezt nem értem. De hogyha nem megy, akkor hogyan követsz valamit, nem? Szeszélyesek ezek a szekerek, láttuk tegnap. Igen, hirtelen az arcomba spónolt egy. De miért nem indul el? Ja, Istenem, ezzel szívunk. És hogyha... Úris, itt leneessek a vízbe, normális van. Nem látok semmit. Miért van nálad lantern, hogyha nem gyújtod be, amikor szükséges? Milyen igaza van? Hát ez nem megy sehová, srácok. Hát ez most így hogy lesz ez a küldünk? De félnek valamitől? Vagy előttük áll valami? Nincs itt semmi az úton. Kérem, induljanak már. Lehet, hogy valami baj van, hogy... Nem értem. El kell bújnom a házban? Elbújok ebben a házban. Tudom, hogy nem látok semmit én se. Lerúgod a sofőrt és leveszed a szekeret. Nem, ez nem olyan, hogy magától megy. A sofőrrel kell beszélni, hát nem indul el. Lehet, hogy azért nem indul el. Na jó, beszéljünk ezzel. Nem is lehet vele beszélni, fáj a feje. Mert ez valami bug. Itt vannak megtöltve pónokkal, és nem indulnak el. Most beszéljek vele? Ki vagy te? Ne gyere közelebb! Jó, oké, Cédral, akkor menjél te. Azt mondja, hogy akkor ő elvezet bennünket, de hová? Hát most már azt is elrontottuk, ugye, hogy most ő elindul. Hát elrontottam, mert szerintem beszéltem vele, és nem indult el. Akkor megyek Cédra. Lehet, hogy Cédrel a másik... Hát beszarsz. Ő megcsinálta ezt a küldetést az ő... Pón... Vagyis, hogy... Tehát ő egy main pónja valamelyik játékosnak, teljesen random a világban valakinek. És lehet, hogy ők megcsinálták ezt a küldetést.
Kap fel az arcot, hát ha be lehet adni. Mármint hová? Nem, Szédrel látod, ő elvezet minket oda, ahova az Oxcart megy, mert az ő világában a játékos megcsinálta ezt a küldetést. És akkor most nekem... This way, master. Megyek, megyek, persze. De most ezzel el fogjuk rontani, mert oda megyünk és nem jön a kocsi? És akkor az lesz a... Na mindegy, hát most figyelj. Megteszünk mindent tőlünk telhetőt. Legalább elképzelhető, hogy látunk az út során majd bogarakat is, amit fel kell szedni. De ezt nem értem, hogy miért nem indult el, hogy mi lehet erre a magyarázat. Néha tényleg vannak egy kicsit ilyen szeszélyes mechanikák, amire a játékosnak nehéz rájönnie, hogy hogyan oldja meg. Lehet egyébként igen, hogy fel lehetett volna venni. Most Szédrel elindul. Nem, köszönöm. Suzi, nem. Nem. Annyira szeretnének velünk jönni, de nem vesszük most őket fel. Küldjek Valkszút. Figyelj, írnak valamit, hogy mi van, hogyha nem indul el? Ez lenne az az Oxcar? Nem. Ez nem az, ezeket jó lenne, hogyha megmentenénk, ugye? Szerintem jók leszünk. Ezek ilyen level 1 unitok. Milyen jó, hogy a mágusunk képes fényt bocsájtani a területre. Oké, és most Szédrel megy tovább. A quest elején a kocsisnak kéne beszélnie valakivel. De nem beszélt senkivel. Akkor lehet, hogy ez bebugolt ott. Ez micsoda? Ez mi volt? Valami random fickó rámugrott? Ahogy az lenni szokott, ugye? Kapásból rám támad valami vadállat is. Elém stompol egy nagyot. Egy gigantikus ográllat. Küldjük neki fejre, azt nagyon szereti. Azt a mindenit! A Sphinx Parent nevű haverunk az kb. One-shotolta az ógrét egy Meteor Strike-kal. Azért a mágusoknak is mocsok nagy ereje van. Nem semmi volt ez. Hát én még csak itt izé szúrogattam bele a nyilvesszőket, hát konkrét széttéptem. Ezt el kéne kapni. Meg azt is. Megvan a maga hangulata ennek az éjszakai őrületnek. Szerintem nagyon jól ki van találva. Hova lett? Mágus bildet szerettem a legjobban eddig. Igen? De kettő mágusunk van. Szédrel le akar pacsizni. Egymással pacsiznak le. Let us try for the same result with our next attack. Amint Manson és a Coachman befejezték a beszédet, konfrontálod Neville-t, és megtudod, hogy mi történt. De ez volt tegnap, tehát itt tartunk, igen, ezt megcsináltuk, és utána kellene elméletileg követni. A következő részén vagyunk ennek a questnek már. Szédrel az, aki a negatív hatásokat leveszi és hílel. Utána Neville megpróbál elszaladni, igen, bevallja, hogy mi a helyzet, elengedheted, megkaphatod, igen, jó, ez megvan. Szevasz Venka, hogy vagy, mi a helyzet? Ott van egy bogár. Ez a bogár, az nagyon kell nekünk. Vigyázzunk a szuperkutyákra. Bogár az prioritás. Annyira, hogy van is nálam kettő darab belőle, és azokat mind a kettőt elhasználjuk. Mostantól 30 dekával többet tudunk cipelni. Utána Captain Brand azt mondja, hogy kövesd. Kövesd, vagy csináld úgy, mint micsoda, tehát hogy el kell játszanom, hogy pón vagyok. De azt hogyan lehetne disguise-olni magad?
Hát olyat még nem is láttam. És hogyha Szédrel tudja, hogy hova kell menni, és úgy oda megyek, akkor ez nem megoldás, azt nem írja a quest, hogyha van veled egy pón, aki már ismeri a megoldását a küldinek. Kutyák is vannak. Ne, tedd le azt a hullát, vagy dobd rá a kutyára. Micsoda, hogyha leveszed az armorodat, meg a fegyvereidet, akkor úgy fogsz kinézni, mint egy pón. Ez igen. Utána csak szólj Mansennek, és ha szól neked, akkor beléphetsz a kocsiba. Na hát, ez most már mindegy. Jó, maximum akkor ezt majd utána csináljuk meg egy óra. Akkor menjünk Cedarellel, és hogyha nem sikerül a küldetés, akkor a Misty Marshes-ban felveszik a Port Crystalt. Mondjuk az is eléggé kemény lesz, mert sötétben vagyunk, ugye? Nem elég, hogy köd lesz, de még sötét is. Milyen napod van, Venka? Hogy vagy ma? Update-elted már a VGA drivereidet? Képzeld el, hogy a Hunt Showdownhoz már ott vannak a driverek, felkészítik a kártyákat és a gépeket. Éppen nyomon utunkba keveredik valami vadállat. A VNK drivereit update-elte? Átmegyünk ezen a hídon is. Akkor teljesen azon az úton megyünk, ahol egyébként szerintem Checkpoint Rest Town-ba kellene eljutni talán. És hogyha jól gondolom, akkor Harv Village felett vagyok, ugye? Igen. Igen. Jó, mehetünk. Lehet, hogy Harv Village-be szállítják el a pónokat? Perhaps this will seem a little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after... I've got time for a natter if you do. Valami gáz van. I've a request to make if you'd hear it. Hallottam mindenféle pletykát rólad, hogy mennyire erős vagy, és azt gondoltam, hogyha bármikor szükségem lenne egy valakire, aki elkísérne valahová, akkor téged kellene, hogy megkérjelek. Aha. Hát Elmo, ne haragudj, de most ezt... Azt hittem, hogy kedvesebb vagy annál. Ne haragudj, de nagyon-nagyon fontos küldetésben vagyok éppen benne, nem tudok kísérgetni most embereket random helyekre. Amúgy meg ezek az escort questek lehet, hogy tehát eddig még nem voltak túlságosan jövedelmezőek a csapatunk számára. Mert elkísértünk egy-két embert, de azért annyira nem értem meg szerintem ezeket megcsinálni. Lehet, hogy tudod, megszivatnak azzal, hogy az első kettő semmit nem ér, és a harmadiknak a jutalma, meg a kalandok, amiket ott csinálsz, az a megőrülsz, olyan jó lesz. Itt van valami sárga. Hú, ez nem sárga! Ez egy sárkány! Rám lépett. Rám hát. Remélem a mágus csinálja kis fényt. És most. Hát ez nem sokat sebez. Ez a feje? A fejére sebezzünk, meg a mellkasára. Letépett egy egész HP-t róla. A mágusunk. Lehet egy sárga sárkány. Tegnap megnéztük a Sárga Szakál című filmet. Láttátok már? Ne nézzétek meg. Monty Python kitaláció volt. Örtelmesen jól szórakoztunk rajta. A többiek félig a földön vannak. Most. A gyenge pontjára. Nagyon szép. Fél HP. Kicsit elfáradtunk. Mindjárt jön majd valamelyik segédünk ide. Szédre jön, hogy összeszedje. Opá! Ez fájt. És el is estem. Még mindig 5 HP bárja van a sárkánynak. Ajaj. Ez tűzokádása javából. Még jó, hogy itt volt a tűzsemlegesítő.
Nagyon szépeket nyomunk oda. Menjen még. Ó, valami eltalált. Valami robbanó. Jó, hogy felsegít a pónunk. Többiek mit nyomnak? Valami nagy vihart a sárkány feje fölé. Jött a healing, az nagyon jól jön. Megjött a staminám, mehet tovább. Ennyire menő ez az íjász. Nehogy elrepüljön, mert meghűlök. Remélem nem repül el most. Gyere vissza, léci. Elrepült, szerintem beszart tőlünk. És nézd a meteorokat. Wow. Hát kár, hogy a sárkány ezt már nem várta meg. Na jó, hamarosan ránk reggeledik. És akkor kaptunk egy Worm's Life kristált, ami majd fontos lesz, mert 20-ért egy újabb port kristál lesz belőle kiváltható. Meg egyébként a fegyverfejlesztésekre is oda kell majd figyelni. Ez már ilyen endgame item. Szerintem ez a sárkány ez nem mehetett nagyon messzire. Eléggé rendesen megharmadoltuk a HP-ját, úgyhogy utira valamikor szembe kerülünk majd vele újra. És nem lesz annyira nehéz már onnan az ő elintézése. Ez kutya volt? Félek, hogy összerondítom itt a hidat. Jó, hogy ez a Magic Archer a fantomokra nagyon nagyot tud sebezni. Az megvan. Ott még van fent valaki. Meg vagyunk vele vajon? Az ottani akkor, remélem igen. Random rugók és egyebek. Elteszem a fegyverem szédre, remélem, hogy elindul előre. Tök jó, hogy ilyenkor, amikor kasztolnak egy ilyen jeges varázslatot, akkor hatalmas jégtömbök maradnak meg mögötte, és ha ide dobom, semmi nem lesz. Azt hittem, hogy összecsuklik a híd majd tőle, de ez egy kicsit stabilabb, hál' Istennek. Öttöm level 53-ra lépett fel. Na most nézzük, hogy hova megy tovább szédrel. Menjél, menjél, persze, szaladjunk. Közben ránk reggeledett. Sajnos a bogarak, amiket eddig kiszúrhattunk könnyen világítva a fák törzsén egyéb helyeken, azok most nem lesznek már annyira láthatóak, így napközben sokkal nehezebb kiszúrni őket. Éjszaka viszont nagyon megéri ezekre vadászni. Azért nem mindegy, hogy 15 dekával könnyebb a kis puttonyom. Hiába állandó a probléma ugye, hogy mindig le kell pakolgatni, de szerintem amúgy találtunk már egy csomó ilyet. Kíváncsi vagyok, hogy összesen mennyit szedtünk össze. 10-néhányat biztosan. Ott van, nézd csak a kis szarost. Hogy elbújt volna. Ezek annyira ügyesen beleolvadnak a környezetükbe. Hát de öttöm is írt, iszonyatosan nagyon kemény. Ezek ilyen nagyon alacsony szintű lények ahhoz képest. Ott maradt valami felkiáltójel és kicsit zavaró, hogy nem tudom, hogy mi lehet az, úgyhogy rá kéne nézni. Lehet, hogy a sárkány majd visszatér és azt mondja, hogy na, várjál, ez még nem lett befejezve, úgyhogy ha gondolod, akkor most ezt így meg lehetett csinálni. Itt van valami. De mire világítottak rá itt egy felkiáltó jellel nekem? Hát nincs is itt semmi, ez hazugság. Nehogy már szőlő legyen az, meg hogy nehogy már olyan nyerjen, aki nem tud főzni. A fák között lenne valami? Na, nincs itt semmi, menjünk inkább, szaladjunk tovább. Újabb farkasok. Ha jól hallom. Szia, EcoForge Media, hogy vagy, mi a helyzet? Még mindig megvan az erősítésünk szerencsére. De most, várjál, most szédre nem vezet minket tovább. Eddig jött? Lehet, hogy ide jött volna? Lehet, hogy ide hozták volna a pónokat? Na várjál, csináljunk egy ötök quest. Átmegyünk erre, most visszaállunk. Tudod, hogy mi van? Az van, hogy ránk reggeledett.
és reggel a küldetés ugye nem zajlik, éjszaka zajlik, akkor lepihenünk itt és alszunk estig. Amúgy is szerintem valamire erre kell, hogy menjen az Oxcart. Szinte biztos vagyok benne, hogy az a probléma, hogy most reggel van. Menjen az Elite Camping kiterés, csodát nem üveltedik se a gémmel nekem a videókártya. Újra lent kellene lennie a játéknak. Miért törölted le a játékot? Nem is mondtad, hogy megszabadultál a Hunt Showdown-tól. Olyat nem sütünk. Rohadt hús nem eszünk, inkább szárított húst kellene. A farkasokat, hogyha kirútoltam volna, akkor most lett volna szép húsom. Milyen szép ez a szárított hús, nem? Ti szoktatok ilyeneket sütögetni? Tök furcsálom, hogy ott a izomrostok közben vannak a zsír kis izék benne. Miféle hús lehetett ez? Good sleep is the key to a good adventure. Jó, most meg vagyunk. És... Szédrel nem vezet tovább, így sem. Szomorúan kevés, amiből van. Ja, minden más van cserébe, igen. Ezért kérdezem én is, vagy szeretném megkérdezni tőlük majd, hogy az X-Zone-tól, hogy nem tervezik-e az Amiibo készletnek a kibővítését. Szédrel. Allow me to lead the way. I can take you to our destination by the optimum route. Az optimum route. Aha, tehát csak meg kellett nyomnom a fölfelé nyilat. Jó, hát figyelj, hogyha elmegy odáig, akkor én megyek vele. Érdekes, hogy nem Sphinx Parent veszi át az irányítást. Lehet, hogy az ő mestere, az ő ura nem csinálta meg a küldit, nem? Lehet, hogy Cédrának a mestere csinálta meg, és azért ő az, aki vállalkozik erre folyton. Milyen amiibókat szeretnél, Jai? Ezek ellenségek. Köszönöm, rázza a pajzsát, mint egy állat. Meg vagyunk? Meg. Oké, és most szaladás? Nem. Na most, aha. Amikor megjelenik a kéz a neve mellett, akkor vezeti az utat tovább. Egy újabb boxkárt mellett haladunk el. Paci Zeldát akarom majd. Nem Linket. Linknek van lovasa. Az nekem is megvan. Arra gondolsz, Zeldának nem hiszem, hogy van lovas. Vagy legalábbis, hogyha van, akkor még nem láttam. Majd muti meg, ha van. Paci Zeldást, azt mondja. Muti már meg majd. Link Eponán. Mit csinál? Eponálni? Ez valami nagyon furi kifejezés. De szerintem létező. Ez mi? 900 gold? Köszönöm. Megyek Szédrel, megyek, nyomasd. Ide jönnének fel erre az útra. Mint rám támad minden majom. Azaz, let's go. Hol járunk most? Már elhagytuk Hard Village-et, ugye? Igen, jócskán elhagytuk. Ez szerintem elmegy, de Checkpoint Rest Town-ig elhiszed ezt? És itt kellett volna a Misty Marshes-ban keresnünk. Hát mondjuk ott még mindig rá lehet fordulni, hogyha visszább jövök és felmegyek éjszaknak, akkor itt bele mehetünk az ismeretlenbe, és itt kellene megtalálni. Nem Eponán? Az lett volna a lónak a neve. Ez egy szakadék? Over here, if you please. Jó, Szédrel, várjál, mert most már akkor a Misty Marshes-ba megyünk inkább. Megmaradunk a küldet. Ott van fent egy bogár. Megmaradunk a küldinken. Na, a bogárért is el kell menni. Ezt mondtam, hogy egy csomó minden van, ami letéríti az embert az útjáról. Fel tudok oda menni egyáltalán? Hát, hogyha társaim felhaigálnának, akkor biztosan. Talán így is? Ez már a lába ennek a kitalációnak, és itt most leesek? Nem vészes. De jó lenne, hogyha nappal lenne és látnánk, hogy menjek fel ehhez a toronyhoz, nem? Várjál csak, az út szerint... A
ha a torony útja szerint innen megy fölfele egy út, vagy onnan kanyarodik vissza? Ez Dominik üzenete. Nem, valahogyan fel lehet oda jutni. Hát nyilván, hogyha látsz, akkor nincs gondod, de így, hogy ne fogalmunk nincs. Jó, barátom. De hát a bogár az olyan jó. Az annyira kellene. 15 deka. Összeszedsz belőle 10 darabot, és egy íj elférhet a hátadon könnyedén. Anélkül, hogy súlya lenne. Itt kell bemenne. Nem, itt csak lecsúszhatsz. Tehát akkor ahhoz még fentebb... És ezt az utat itt fent nem is ismerem. Én itt még nem is jártam soha. A Misty Marshes mellett. Hát akkor most fogok. Ha jó, akkor megnézzük. Hát ez nem maradhat így, érted, hogy nem tudjuk, hogy mi van ott fent. Epona volt... Epona volt a BOTV-ben a neve. A lónak. Ó, tudhattam volna, hogy itt lesz valami. Az rámegy. Na ez lesz a jó. Kifejdegesítettem, de nem baj. Nagyon szépeket kap. Oda néz. Már nincs is HP-ja. Meg is vagyok vele. Szóval egy Kyklopsz lakott itt. 3 darab Rugged Bone, az... Az egy szobor? Egy szoborhoz jöttünk itt fel, ami előtt egy láda van, de jó. Nézzük, mi van benne. Egy Wakestone shard, azzal megint van egy Wakestone-unk, és ott van egy Seeker token. Egy settlement látható a távolban, talán új felfedezéseket tehetsz azon a helyen. Aha. Az mi? Ott azok élőhalottak, és... Itt van valami nagy. Itt van valami baj. Szerintem élőhalottak lehetnek mind, akik itt lent anyáznak. Lehet, hogy egy boss. Annyira jó lenne, hogyha látnánk is valamit, nem? Mondjuk a sötétben tapogatózásnak is meg lesz itt még a pozitívuma. Mondom a bogarakkal, hogy láttuk azt is, hogy fent van egy a toronynál. Legyőztük szépen, jól. Mindenhogy. Várjál. Ez micsoda? Sötétben lehet, ez is rámugrott. Sötétben halljuk őket nyomulni. Menjünk csak oda fel. Ide nem dugtak el semmit sem. Jó, és most, hogyha ez megvan, akkor itt egy kisebb ösvény vezet északnak, jól látom. Ez a Misty Marshes mellett van, ahol bejelöltem már egy-kettő dolgot, tehát amúgy nem vagyok rossz helyen. És akkor ezek az ösvények meg bemennek oda? Sötétben tapizás, a kedvenced. BOTV-ben a ló neve egyértelműen Safi. Ja. Akkor tényleg fogalmam nincs. Itt nem lesz térképünk szerintem idebent, tehát a Sphinxnek a fészkét idebent megtalálni rohadt nehéz. Megvan. Rohadt nehéz lesz, ugye? És ott van alattam. Hát akkor... menjen. Alvás közben nagyot kap. Mehetnek a spellek ezerrel. Gyönyörű. Jaj, de nagyon szép. És leszedtük az égről, ugye? Le fog zuhanni, földbe áll. Nem látunk semmit, de ott van valahol. Hol van? Túl távol van, nem látjuk. Nem látjuk. A kristál gyorsan... Úgy leestem. Nem baj, szarni bele. Azaz, megvan a portkristál, nagyon király. És... most mehet. Tombolni látszik. Remélem nem fog tudni elrepülni ő is. Éjszaka a fészkében szerintem nem tud elmenekülni. Most már látom.
utolsó HP-ja. Szédrel, segít egy kicsit. Utolsó HP-jával pedig. Ez lesz az, ez lesz nagyon jó. Hol van pöttöm mindeközben vajon? Au! Felkent a falra? De ez elvisz magával. Azt hiszem a mancsában fog. Hál' Istennek ledobott. A mágusaink beszokták világítani a területet. Miért nem teszik most meg? Hát így nem tudunk célozni. De majd most, ez az. Nagyon jó, megint nyelt egyet. És... hát hogyha oda felmegy, ott nem tudom elkapni. Nagyon fáj neki, de ott nem tudom elintézni. Jobb lesz, hogyha leszedjük valahogy, mielőtt a többiek megölték. Aha, gyenge volt a Lightningre, nagyon ügyes vagy, csak tudod, ugye, hogy nem fogok tudni felmenni oda érte most. Mit találunk még a fészkében? Fairy Stone is van, rengeteg gold, rengeteg kincs. Hát ez nagyon-nagyon vicci volt, hogy feljöttünk egy random irányba a Misty Marshes mellé, és rögtön megtaláltuk a portkristált, amiért... hát én azt gondoltam volna, hogy egy negyed órát fogok baktatni ide bent majd. Igaz, hogy baktattunk negyed órát, de azt az utat, azt a küldetés szerint is meg kellett volna tenni. És hogyan lootolhatnám azt ki? Hát ilyen sötétben nem is látjuk. Fel lehet menni valahonnan? Ú, barátom, hát az a hegy tetején halt meg. És látod, itt meg már benne vagy a ködben. Hát, haver. Valahogy ki kellene tudnunk innen jutni. Még mielőtt nagyon belemerülnénk a dologba. Hogyha Szédrelt megkérném, hogy vezessen tovább a questen, akkor gondolom kivezetne, ugye? Azt mondom, hogy menj. Akkor mi történik? Senki nem reagál. Ezek enemik. Nem örülök neki, hogy most enemik állnak az utunkba. Ez pedig itt egy random... random fickó, igen, level 54-es. Nem. Ez mi ez a hang? Ezek élő holtak, aha. De valaki már kivette a ládából a kincset, úgy látom. Tehát akkor mégis lennem kellett itt. Földön fekszik a csáv. Ja, mert még nem kelt fel? Á, élő halottak mindenhol. A francba. Ki kell innen vergődnünk. Nem jól csinálom, nem lett volna szabad erre mennem. Mondjuk, hogyha leestem ott a griffre, akkor... eleve nem is tudtam volna visszamászni, ugye? Tehát az nem lett volna lehetséges. Meg a fantomok nyomulnak. És hogyha ránk is reggeledne, akkor is rohadtul sötétben leszünk. Jó, hát hogyha most északnak megyek, akkor el kell fordulnom nyugati irányba, követni az ösvényt, és előbb-utóbb csak kivezet minket erről a helyről, nem? Úgy reménykedem ebben az útban most. Nem akarunk itt sokáig időzni. Nem nyomod? Öttön megnyomta, nem gyengén. Maximum, hogyha visszamegyünk Vanworth-be, akkor majd végre egy kis fény, az jó. Visszamegyünk Vanworth-be, akkor megcsinálhatjuk az Oxcartot majd még egyszer, de hát az sem lesz éppen a kellemes vesztezés. Ha ilyen messzire el kell, hogy szaladjunk, ugye? Megpróbálok a lehető legmesszebbre menni nyugat felé, aztán majd, hogyha egy hegy állná az utamat, akkor lesz csak gond amúgy. Addig megvagyunk. Amíg... ez egy varázsló, vigyázzunk vele. Nevető fantomok körbevesznek mindenütt. Az mi lehet ott fenn? Megöltem? Belém fog szállni, és a többieknek engem kell majd verniük. Mi ez?
Egy random kecske leesett valahonnan. Hát minek ment oda? Mondta, hogy itt felmászhatok, és itt nem, itt nincs semmi. Úristen. És erre esetleg kimenni? Hát ne, seggen csúszok lefelé. Mi ez a nagy fény? Ja, ez az, ami bocsátja ki a fényt magából, oké. Okay. Itt van egy kavics, meg itt jönnek még élő halott varjorok, látom. De ennek a fejét is ki kell írtanod. Na hát... Ezt nem tudtam, hogy a... Itt van rajtam, vigyázzunk. Nem tudtam, hogy a csontváznak el kell intézni a fejét is külön még. Itt van egy barlang. A barlang tutira kivezet. Fúj, ezek a kis lények. Ezek viszonylag ritkák, viszont tele vannak. Áú, tele vannak értékes cuccokkal a fejlesztésekhez. Mivel verekednek mögöttem? Folyamatos a támadás. Nem állnak meg senki kedvéért ezek a rohadékok. Ez egy... Igen, ez az. Leapworm skineket szerezgetnünk kell. Rám ugrik egy másik. Ez nem sebződik? A mágia által? Dehogy nem. Mögöttünk mennyien vannak? Meséljetek, mit csináltatok ma? Mi lesz a hétvégén? Gondolom mindenki nagy erőkkel beleveti magát most megint a nyárba. Most augusztus van, ez azt jelenti, hogy ilyenkor már azért a szabadságolások is megindulnak nagy erőkkel. Mentek-e valahova nyaralni? Meséljetek valamit. Mik a kitalációk nálatok? Ezt nem tudom becélozni. Ez valami nagyobb enemi, ugye? Csináljunk egy rikosét, nézzük meg. Ott van bent valami, igen. Határozottan van bent valami. Nyomjuk neki. De király ez, ahogy nem is látod, hogy ott van, de azért nyomod és mindjárt meg is vagy vele. Oda nézz. Hát, akármi is volt az, nagyon legyőztük. Egy ógre lakott ide benn. Ez volt a kis tanyája. Király. Nagyon szeretem ezt a varázslatot. Hát az egész kaszt nagyon menő. Azt hiszem, hogy ez már kifelé vezet minket innen. Ja, hogy itt ez le van zárva. Akkor jó. Akkor lehet, hogy mindössze ez az egész barlang, ez ennyi volt. És kilútolod magad, aztán nem mehetsz ki innen, csak arra, merre bejöttél, és aztán jól rászívsz. Leapwormöket össze kell szedegetni. Az ő bőrük az nagyon fontos. Mert hogy ritka, csak ezekben a barlangokban lehet ilyesmiket találni. Nagyon ritkán szoktunk velük találkozni. Néha így megjelennek ilyen gödrök alján is, de... Mindenféle fejlesztéshez kellenek armorba, meg fegyverekhez nem hiszem, de armorba mindenképpen. Így megy tovább, SZTK-ba megyek nyaralni. Ennyire szarul vagy, ne csináld már. Miért nem mész el orvoshoz? Én még mindig nem értem. Mert hogyha nem gyógyulsz, most már azért egy bő hete tart ez az egész őrület nálad. Már ki kell mennünk sajna a barlangból. És tele vagyunk egy csomó minden hülyeséget fel is vettünk, ugye az útsonál lootolgattunk. De most... Most a barlang... Nem a barlangra mutat, hanem az útra, ami alattunk van, oda mutat egy... Ez egy quest? Ú, de jó lenne innen kikecmeregni valahogy. Vajon honnan ered ez a szó, hogy kecmeregni? Ez működhet? De ez nagyon úgy néz ki, hogy itt... Jézusom, ki fogok érni, és végre reggel van. Ó, mondta, hogy ki tudok itt menni fent. Hál' Istennek, kint vagyunk a ködből, kint vagyunk az éjszakából. Látási viszonyok sokat javulnak. Hál' Istennek. Jól elfárad a karakter. Jó, nyugodtan vedd fel a Trejo Chesteret.
Még mindig rohadt sötét van, inkább világítok. Legalább ti is láttok valamit. És hogyha ideig eljössz... Szevasztok! Ó, hátba verte, láttad? A haverján placsant a lövedék. Vagy hát nem lövedék volt az, hanem szerintem valamilyen... valamilyen poti, ami eláztatja azt, akivel találkozik. Ja, ez csak egy Culling Request volt, le kellett győzni a szörnyeket. Hát ez több volt, mint amire jelentkeztem, mondta a csávó. És adott nekünk 2000 goldot. Akkor ez nem az a küldi volt, ami kellett volna. Viszont szerintem ez az Ancient Battlegroundnak kell, hogy legyen, ugye? És hogyha most azt mondom, szédrelnek, hogy menjen. Oké, akkor az optimum útra elindul. Itt valamit jelez fent nekem egy felkiáltójel. Remélem, nem egy ballisztát. Inkább megnézem, mert lehet, hogy Seeker token. Hát... Én nem látok tokeneket. Lehet, hogy fent van azon. Aha, nézd csak, társunk már megy is fölfele. Egy ládát nyit, pöttöm, jól van. 4200 gold volt itt bent. Akkor már értem, hogy miért kellett feljönni. Oké. Szédrel meg közben szaladgál, remélem. Hol van Szédrel? Most ő meg elszaladt a küldit csinálni? Ő visz. Oké, megvagyunk. Mehetsz. Nyomod. Erre menjünk lentre? Annyira furi, hogy a játékos nem vezető szerepet tölt be egy questben, hanem bónok segítenek neked, hogy átment ott. Ezek szerint ezt már kinyitottam régebben. Árkiák jönnek Szédrel. Szarjál rá, menjél, nyomod. Mit csinálsz? Gyógyító. Oké, mehetünk. Úgy is van. Szia, Zsolesz. Mi a helyzet? Hogy vagy ma? Remélem, hogy jó napod van. Itt is szokott lenni egyébként sárkány, de ez volt az, amelyiket a ballisztával headshotoltuk. Úristen, az nagyon király volt. Tök jól, tök messziről sikerült bemérni, és elképesztő módon egy lövéssel terítettük le a vadállatot. Akkor hát robbant a fejére, hogy rögtön megcsuklott. Szevasz, Folti, hogy vagy, mi a helyzet? Mesélj! És én megfáradunk. Szédrel mit csinál? Miért csinálja ezt a healinget folyamatosan? Ide kellett jönnünk? Valamivel küzdünk? Hát volt valami hülyeség. Szevasz, Spectral! Mi a helyzet Magyarországon? Legalább dekoratív a hölgy, ahogy ott szalad előttünk. Jó vagyok, köszönöm. Ma voltam utána melóban, elkezdődött szabadságolás 3 hét nyugi. Na, de jól hangzik. Remélem, te is jó vagy, minden rendben feléd. Abszolút. Abszolút. Nagyon örülök neki, hogy mehetünk tovább a játékkal, már nagyon vártam. Tegnap este nagyot mentünk, és egy csomó... De úgy álltunk meg, hogy egy csomó mindent szeretnék még megcsinálni benne. Úgyhogy most nagyot szeretnék előre haladni a küldetésekkel, még mielőtt a főküldi folytatásra rátérnék. Az baj, az támad. Ja, meg kell állnunk küzdeni ezzel azzal, sajna. Mondjuk XP-t nagyon jól ad. Figyelj, már így is level 50, nem tudom, 4-en vagyunk fent. Azért az már bőven elmenne szerintem egy endgame karakternek is. Nem is tudom, hogy van-e level cap a játékban, tehát hogy megvan-e határolva az, hogy meddig fejlődhetsz felfele a karaktereddel. Nagyon meleg van, kicsit pihentem ma, aztán leolvasztottam a fagyasztót. Hú, jaj! Hogy kitért Szédrel? Say. Escort the Oxcart. Aha, tehát akkor most érkeztünk meg a másik küldire. Amikor az Oxcartot kellene vezetnünk. De akkor más lesz a menete itt a dolgainknak. Minden esetre nem olyan nagy gáz ez, mert a portpisztát azt le tudom tenni ide a közelbe. És akkor azzal
bármikor vissza tudunk majd térni ide a jövőben. Szép volt. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. Fület meleg volt ma, én azt gondoltam, hogy esni is fog az eső. Örültem volna neki amúgy. Hát nem kellett volna aggódni a locsoláson. Nem fog esni a farkad? Van még mindig egy. Esten valami eset 2 óra múlva nyomasán volt. Szia Dark Wolf 2-es, hogy vagy? Ott van a level 54, kaptunk staminát, HP-t és mágiát, hogyha jól gondolom. Elindulunk ebbe az irányba is. Szerintem ide kellett, hogy hozzam minket ez a quest. Szerintem lehet, hogy a pónokat átküldték. Disza átküldte Battle-ba, és akkor ott ugye a pónokat nem fogadják ki törő örömmel. Nem, menjél csak szédről, menjél. The Arisen decides our path. We have but to follow. És hová fog menni vajon? Ez csak arra megy, nem értem, hogy miért kérdezett rá, hogy más felé akarok-e menni. Amikor pontosan ugyanabba az irányba szaladna ő is. Come, I'll lead the way. Csak a párába fulladunk, de hát ezeket nem baj, az is víz, nem? Mestere vagy a párának. De egyébként tudod akaratoddal irányítani a víz erejét? Jövő héten utazok én is haza, nem fogom, nem tudom, hogy fogom bírni a meleget. Ja, 25 fok. Őket kell szerintem eszkortolni. És Cedrel akkor hova megy? Idáig jött? Ennyi? Cedrel, te nem arra a küldire vittél el engem, ugye? A Phantom Oxcarthoz. Hanem szerintem a Tangents on the High Road-ra vittél el. Aha, és az visszább lett volna. Na jó, akkor viszont annyit megteszek, hogy lerakok egy portkrisztált ide. Ez a spot, ez itt tetszik nekem. Ide fogunk spawnolni, hogyha bármi van. Megfogjuk a cuccost. Még jó, hogy egyet sikerült összeszedni azért az út során. És akkor ez use. És letette. Jó. Könnyebb lesz így a haladás, akkor már nem kell mennünk éjszakra, sőt, ez egy nagyon ilyen központi helynek minősül szerintem a játékban. Ezekhez kell jönnöm, és megy a küldi, nagyon jó. Ideje volt már megjelenned, már vártunk. Egyszerű a küldetésünk, Augustin felszáll az Oxcartra, mi pedig addig őrizzük, ameddig el nem éri a célját. Győződj meg róla, hogy senki ne közelítesse meg a kocsit. A régens királynő ...nek a támogatói. Mit csinálsz? Mit csinálsz a szemét? Hagyd ezt abba! Szóval a fejét akarják a fickónak, és ezt nem hagyhatjuk. Na gyere! Ez szenvedős lesz megint. Szerintem. Vagy lehet, hogy csinálhatunk olyat, hogy... Mi volt ez a hang? Nem tudom, mi volt. Ki van ott? Hold a moment. Várjatok egy kicsit. Én fogom intézni Augustinnak a kíséretét innentől kezdve. Aha, ez valami úton álló. Nem hagyhatjuk, hogy... Jaj, nem kell itt színészkedni. Tudom, hogy mi a célotok. Itt van egy meglepetés. Találkoztunk a Krimóban. Emlékszel, kedvezi Ragnál? This craven isn't worthy of your trust. Aha, és figyelmeztet minket, hogy Augustin nem érdemli meg a bizalmunkat. Aromságokat beszél, azon a fogjátok le. Ó, és akkor most döntenem kellene, hogy melyik oldalra állok. Hát figyelj, ez a Ragnar nevű srác. Most érte random idejön és azt mondja, hogy ne bízunk a nemesben, aki a régens királynővel szemben áll. Most melyiknek higgyünk? Szerintetek a fiú oldalára álljunk, vagy a kíséret oldalára és a nemes oldalára? A fiú az egyes, a kíséret a kettes. Szavazzatok! Közben én töltök magamnak egy pohár vizet. A fiú? Aki random megjelent? Azt mondjátok 4-en, hogy 1-es, 3-an, hogy 2-es. Csí!
Már értem a tensiont. Hát akkor az egyes nyert. Nézzük az egyest. És most döntenem kell, hogy kit lövök le. Elárultál? Hát elvesztetted az eszedet? Szóval nekem hiszel? Oké, ez megnyugvás számára. Hát akkor innentől kezdve ezeket el kell intézem sajnos. Így átkozott ez az egész rengeteg tervezés, és mi végre? Aha. Szóval örül a meglepetésnek, hogy benne bíztunk meg végül, nem maradhat itt. Bocsánatot kér, kövess engem. Sikerre járunk, akkor megosztom veled az igazságot. Emögött az egész mögött. Ez jó, mert akkor legalább nem kell visszamennünk az Oxcarttal a fővárosba. Hova ment? Jó, ott szalad. A srác, ez meg szerintem most megmutat nekünk lehet valamilyen titkos dolgot eset. Ez nem a srác. Bocsánat. Now, what might that be? Elnézést. Ponder how best to proceed. Hol van? Miért van itt egy felkiáltójel szemben a falon felül? Hol a srác? Erre szalad? Hát de... Várjál már, a quest szerint ezen az úton délnek ott lement. Hát ezen az úton bement délnek, ja. És van ott egy bogár, de jó. Elsőre jó irányba mentél? Nem. Most fordultunk rá egy barlangba mentőbe. Az... Hogy kiugrott? Micsoda jumpscare? Ketten rosszul lettek azonnal. Nem csodálom. Ez még engem is megijesztett majdnem. Nézd meg, bent laknak az aljnövényzetben. És látod, így rádugrik és megtorpansz tőle. Hallok én még itt valamit. Fent vannak a fákon. Az igen. És nézd, ott is van egy. Ez nagyobb távolságot lő be? Nem. És hogyha csinálok egy ilyet és jól megszivatom, és csak ott van fent, mehet. Leesett? Nem, az lehet, hogy csak a fának a lombkoronája volt. Tudok csinálni egy ilyen physical damage-et sebző jégtömböt is az íjamnak a... Hát, húrjára nem mondanám. A lényeg, hogy a képzelt nyilvesszünk végére. Azt azért tartogatom azt a spellt, hogyha valaki esetleg rezisztens a mágiára, mondod a kőgóra meg még ilyenek, akkor azért legyen valami fegyverem velük szemben. Lehet, hogy csapdába csaltak, nem? Elválasztottál a pónottól? Keresd kijáratot. Újra találkozunk, mondja Ragnál. Szerintem csináljunk rikosét a barlangba. Ez az. Megvan. Raj, csak valami kis alaplények voltak. Szevasz! Akkor gondolom te is lecsúsztál ide. Micsoda? Szóval ő esetleg Augustin helyett miért elhoztuk a nemest magunkkal? Ez furi. És akkor itt derékig szörnyekben találta magát a srác. Na, mivel kijutottunk, ezért szép munka volt végtére is az a dolog. Elmondom neked az igazságot. Jön, hogyha elmagyarázom, miközben kijáratot keresünk. Jó. Hogy került ide, amikor alatt szakadt le a híd? Ő is leesett, most mondta. És akkor most kutatnunk kell, ő meg jön utánam. Aha, a pónok meg fent várnak ránk. Jó, végtére is. Csak erre lehet menni. Lehet, hogy néhány nyilvesszőt el kéne engednem, nem? Itt lecsúszunk, tehát akkor visszafele már nem is mehetünk. Akármi is legyen. Onnan is le lehetett volna csúszni. Aha, valami volt itt bent. Ide is benyomok egy párat.
Most szakadt le a híd alatt, akkor ő hogy esett le? Lehet, hogy ő egy másik helyen esett le. Megint megöltünk valamit random. Megint valami leesett. Hű, ez már nem barlang. Ideje munkához látni, mondja Ragnál. Oké. Ezek milyen lények? Sauriánok? Igen, sajnos azok. És hogyha nyomnék egy ilyet most, és megpróbálnánk a pattogást. Lehet. Olyan francba megakadályozta. Nem baj, nyomod, jó az. Működni fog. Az alapnyilvessző is teszi a hatását. Úgy. Itt még nem is voltunk lent eddig. Ez egy teljesen új rész. Nem szar, mondja. Amit láttam a képességeidből, aztán tényleg nem semmi vagy. Ajaj. Szóval ő egy páratlan erejű harcos, úgyhogy ha ő mondja ezt, akkor azt tényleg szaván foghatjuk, hogy elég kemények vagyunk. Habár mostanság inkább ilyen gerinctelen nemeseket szokott ő eszkortolni, kísérgetni. The list of those who can afford his services grows shorter and comes to be written in finer ink. Makes for a duller life. Though I can't say I've any complaints. Jó, igen. Szóval nemesek fogadják fel, stb. Az a lényeg, hogy örülnek, hogy sok pénzt fizetnek emiatt, vagy ezért cserébe, viszont nagyon vágyik arra, hogy újra a csatamezőn állhasson, ahol egyetlen rossz lépés a halált jelentheti. Nagyon vágyik ennek az egyszerűségére, semmi más nem fogható ahhoz, hogy a testek egymáshoz csapódnak meg az akaratok. Nem mondanék nemet egy harcra veled? Próbáljuk ki, amikor majd felgyógyultam rendesen? Lehet, hogy nem is adok neked ez ügyben majd választási lehetőséget, mondja. Mi van? Most azt mondja, hogy iszik egy keveset és lefekszik. Ez az escort misszió, ez egy csapda volt, amit nekem találtak ki. Tehát gyakorlatilag bűnözővé akartak volna tenni engem általa. Tehát lehet, hogy rajtunk ütöttek volna, és nem tudtam volna megvédeni a nemest, és akkor... Augustin viszont nem hülye. Voltak kétségei már a beidézésével kapcsolatosan Vermundba. Ezért felbérelt engem, hogy vigyázzak rá, úgyhogy nem hivatalos módokon tegyem meg ezt. Aha. Szóval amikor néztem ezt a kocsit, ami őt vezetni, hirtelen ott volt a neved, de nem az a felbérelt őrök listáján volt ez a név, hanem inkább, hogy kitől kell a nemest megvédelmezni, az komoly. Szóval én lettem volna az elkövető. Ha mentem volna velük tovább, akkor Augustint levágták volna, és te lettél volna a felelős érte. Esélyed nem lett volna ez ellen, hogyha én nem lettem volna. Úgyhogy ezúttal tényleg kiérdemeltem a zsetonomat, meg még egy keveset. Oké, köszönöm. Most pedig már csak ki kell jutnunk erről a helyről. De azért még csodálkozom, vagy azon gondolkozom, hogy honnan jött vajon ez az egész cselszövés. És mit csináltál te, hogy ezt kiérdemelhessd? Egy dolog biztos, hogy nagyon hatalmas ellenségeid vannak Vermundban. Nem, mint hogyha te lennél az igazi felemelkedett, mondja. Mi, hogy te vagy a felemelkedett? Kicsi a világ, azt mondja. Még jobban felkeltettük az érdeklődését. Neki itt nincs dolga, jobb lesz, hogyha megy tovább. Aha, hát hirtelen lecuppant rólunk a srác akkor, nem? Menjünk is tovább. A húzat alapján nem lehet... Húzat, barátom, hát itt állunk a tengerparton, nem azt érzed? Nem lehet messze a kijárat. Jó, és nincs itt Seeker token esetleg? Azok mindig olyan ritka cuccok. Szia, Ninjackel, hogy vagy, Mizu? Látom, hogy erre mehetünk kizárólagosan, úgyhogy akkor let's go.
Hát lehet, hogy néhány nyilvesszőt azért beengedek magam elé. Ki tudja. Mik vannak itt a környék? Ja, nem, semmi igazából. Oké, akkor hát ennyi, mehetünk, kész. Beteg vagy, de egész jól. Hogy betegedtél meg? Beomlott a barlangnak a kiárata, és örül neki, hogy én legalább rendesen kijutottam. Ne aggódjon, majd kitalálom maga verziójában. Amúgy sem engedheti meg magának, hogy itt meghalljon. Számíthatsz rá, hogy újra találkozunk majd, és amikor találkozunk, akkor jobb lesz, hogyha készen állsz az életed legnagyobb harcára. 4000 XP-t kaptunk, és 12000 goldot. A többiek azt mondják, hogy végre újra egyesülhetünk? Hol vannak? Jó, akkor ezzel meg vagyunk. Na most azt nem sikerült kitalálni, hogy ki lett volna az, aki felültetett volna bennünket, viszont ha a questeket megnézzük, akkor most jól állunk, a Phantom Ox kártot nem csináltuk meg, a Sphinx Riddle-t azt meg tudnánk végül is csinálni. Melyik legyen? A Sphinx Riddle először? Ezt a küldit, ezt nem csinálhatjuk meg, a csávónak le kell szállítani azt a kötetet, ami nálunk van, de jobban teszik, hogyha nem adjuk neki oda, ugye? Az egész családja könyörök, hogy ne adjuk oda neki, mert a két részből áll ez a kötet. Az elsőt nagyon kérte tőlünk, odaadtuk neki, elolvasta és elvesztette a fél szemét. És hogyha odaadjuk a másikat, valószínűleg a másikat is elveszíti. Ő nagyon szeretné ezt a családja, meg teljesen megszállottá vált a kötettel kapcsolatban, mert valamilyen tiltott tudás van benne. A családja meg megkért minket, hogy ne adjuk neki oda, úgyhogy majd itt is döntenünk kell, hogy mi legyen a sráccal. Információkat kutatni a nagyobb kék kristályokkal kapcsolatosan, ez... Hű, ez hol van? Ez szerintem fentebb van az úton. Ott a griffnek a fészke mellett. Szerintem a griff fészek az attól a sárga körtől jobbra van egy kicsivel, és akkor arra még nem jöttünk rá, hogy hogyan lehetne azt a griffet kővé változtatni, ahol szükségünk lenne egy levágott medúza fejre. Ugót kellene ott majd kimenteni a fővárosban. A levelet le kell nyomoznunk, ez bent van megint Bug Battle-ban. Ez lesz a Sphinx-es küldetés, bocsánat, akkor ez az. Akkor nem azt néztem. Akkor ez, és ez, majdnem ugyanaz, igen. A kettő küldi egymás mellett van, jó. Sotit Sage. Adjuk meg Lamonnak azt, amit ő szeretne, neki piát kell vinni, két üveg bort majd. Segíteni kell valakinek, az már elment. És ez is, jó, oké, akkor készen állunk. Na most akkor hozzunk egy döntést. A medúzának nincs feje, hogy lehet? Húzatot kapott az arcom, amikor bejött a hűvös, úgy éreztem, hogy átestem rajta pár nap alatt arcüreggyulladását a szövődménye. Jézusom! Nehogy a végén felszúrják. Nekem volt olyan gyerekkoromban, hál' Istennek nem emlékszem rá már. De azért az irdatlan dolog. Volt már veletek olyan, hogy fel kellett szúrni? Dobáljunk ki néhány rothadt húst. Ez is... Így van, és akkor lehetne csinálni, kombájnolni abban nem. Csináljunk potikat, 3 darabot, az mindig kell. Ezekből mit lehetne? Sobering tonikot, az is mehet. Az almából, meg abból csinálunk szárított gyümölcsöt. És hogyha szárított gyümölcsöt kombinálsz a Morning Tide-dal, akkor fruit roboráns lesz belőle, az jó. És hogyha kettőt összeraksz, akkor megnövelheted annak a visszatöltő képességét, az nem kell. Ha ezt kombinálod azzal, akkor Parching Concoction lesz belőle egy darab, oké. Okay. És ezzel, ezt, akkor meg Viking Remedy. Az felszívja a bőrről az olajat. Hát igazából, hogy ledörzsölöd magadról vele, gondolom. Szőlőből lehet valamit, nem. Akkor megvagyunk, ennyi volt. Mitológiai medúza? Persze. Üdőgyulladásod maradéka még mindig tart egy hónapja már. De nem kellett volna elmenned vele Dokihoz? Nem tett volna jót, hogyha te is Dokihoz mentél volna? Jai sem hajlandó. Nem tudom, mi van az emberekkel manapság. Beteg vagy, elmész Dokihoz, egy hét alatt kigyógyítanak a szarokkal. Általában. Kellett volna, mikor? Hát figyelj már.
nincs olyan, hogy beteg szabadság lehetőség, hogy tüdőgyulladás, érted? Azért a tüdőgyulladással nem illik szórakozni. De én csak megfáztam. Két hete? Tehát most kell döntést hoznunk. Fogjuk-e az egy darab portkristálunkat, és rakjuk át a Sphinxhez, majd vigyük el a csávót neki először. Egy. Vagy menjünk Vermundba, csináljuk meg az IASZ küldetést, meg a Phantom Ox kártot. Kettő. Ez lesz a kettes. Melyik legyen? Nekem szerencsére nem kellett felszúrni, bár igen, a meleg só volt a fülemen párszor. A meleg só az jót tesz. Egy zokniban beteszed, az jó cucc. Kettest akarjátok előbb? Miért? Hát teljesen. Ledöbbent. Ledöbbent ez a hülyeség. Hát ki akarná a kettest, és öten mondjátok? Hát mondjuk most a barlangokból jól eljöttünk onnan, ettől a ponttól ide jutottunk ki, és annyira messzire jöttünk, hogy három village-be kötöttem ki. Jó Isten. Tehát az lenne a lényeg, hogy innen ide elrakod, mész portállal le a fővárosba, csávót felkapod, portállal visszamész ide, és ezzel megvagyunk azzal a küldivel. És ti azt mondjátok, hogy ehelyett menjünk inkább egészen vissza. Hát de mondjuk innen már nem vagyunk annyira szuper messze a fővárostól, nem? Ez 10 perc haladás. Van még kristályom? Egy darabom még van. Azt hiszem, hogy pöttömnél is van még 3. Azt nem tudom, hogy hány darabban összesen. Édesanyámnak sajnos gyerekkorában 10-szer fel kellett szúrni a fülét. Ennek eredménye az, hogy elég hamar 40 pár éves korában hallás problémái lettek. Ó, Istenem. Jobbulást kívánunk, ha lehet erre. Te sem megfáztál, hanem valami felső légúti szart néztél be. Aha. Sokkal inkább torkon fáj, kölyögök. Ja, mondtad, hogy úgy kölyögsz, mint egy izé. Ilyen kutyaszerűen ugatás. Éjszaka meg szőrös leszel. Na jó. Elinduljunk gyalog, egyes, menjünk teleporttal, kettes, szavazatok. Széodrákusz a második. Így ja. Ezt is le lehet vajon rombolni? Menjünk gyalog, egyes. Jó, de akkor nem állok meg senki kedvéért, akkor csak szaladunk. Ilyen gyönyörű már ez a játék. Megőrülsz. És valaki azt írta a review-ban, hogy idejét múlt grafikája van ennek a címnek. Hát én nem tudom, haver. Az optimalizálatlanságot azt néha kiérzi belőle az ember, az persze. Lehetne egy kicsit jobban odafigyelni arra, hogy jobban működjön. Főleg a városokban van ugye probléma itt a környezeten. Szerintem nincs. Addig szaladtunk, amíg ki nem fulladtunk, mint egy állat. Többiek remélem, hogy jönnek. Sphinx Parentet ledöntötte a lábáról. Beesett a vízbe? Hát haver, még jó, hogy nem mélyebb az a víz. Ebből a halál is lehetett volna. Kori nyávog? Miért, mi baja van? Ott múlt éten hajnalban egy lány mögöttem az utcán, valóban úgy kölgött, azt hittem, a szomszéd kutya szökött ki megint és rám akar támadni. Elő is vettem a viperát, amikor hátrafordultam, csak ő volt elég agresszív, rohadékszer az a kutya. Azt hittem, hogy a lány. És te így izével viselhetsz viperát? Tehát így, az, én úgy tudtam, hogy tiltott fegyvernek minősül, hiszen egy lendítésre azonnal összetöröd bárkinek a csontjait, ahova betalálsz. Kemény dolog a vipera. Szerintem a rohamrendőrök szokták talán alkalmazni, hogyha valami iszonyat káosz uralkodik az utcákon. Ó, na hát. Szia. Ezt támadni akar. De miért nem jön ide? Ki csinál? És keresi az átjutási lehetőséget? Mágusaink is nyomulnak, de hát... Ó, már nyeli a izét, a spelleket is rendesen. Mire idáig elér? Jaj! Nézd meg, nem találja az utat hozzánk. Mondjuk mi sem fogunk tudni oda menni. Az XP az megéri.
Understood. Utolsó HP bárral. És nagyon mérges szerintem, hogy nem tudja, hogy mit tegyen. Ott is van. Na, mennyire király egy íjász. Varázs íjász karakter. Nyomott pöttöm. Amikor én mondom, hogy piton tartok itt, az köztörvényes. Na jó, de hát az más. Hát a vipera az csak eltöri a csontodat, a piton az meg benyel egészben. Sok idegen költözött ide, hiányosak a telekhatárok. Nem viselhetek, de van. Á, Istenem, ez a fegyvertartás. Hát, hogyha úgy érzed, hogy szükséges. Mondjuk én a neten nem mondogatnám azért. Ki tudja, hogy ide járnak a nyomozók, aztán... Ja, hogy én a disznókat lövöm, közben a kutyák meg marják a társaimat. Érted, ide járnak a izék, a nyomozóik, meg az FBI. Aztán megy majd ám az Open Up. Írtad az állattartományt a játék világába. Hát a hihetetlen farkaskutyákra akartam volna rámenni, aztán ez lett a vége. Szaladjunk, szaladjunk. Ez nem tudom micsoda. Ezeket kellene letépni az égről, mert azok elég veszélyesek, azok a hárpiákok. Mindjárt ott leszünk, szerintem a főváros környékén már talán. Hát kell mennünk majd itt egy folyón talán? Na. Max elveszik, azt is kifizetem. Te tudod, Folti. Kellett volna disznó sült? Hát hogyha ettünk volna, már jó idején nem táboroztunk, akkor biztos, hogy most tovább tudnánk szaladni. Mondjuk, igazad van, tényleg ki kellene lootolni. Ki kellene lootolni a izét, a vadállatok, legyőzött vadállatok testét, mert húsból most csak szárított van nálam. És az meg ugye bármikor jó. Tehát, hogyha van az embernek módja arra, hogy szedegessen normális húst, akkor inkább azt szedegessen. Mi ez? Egy varg? Gyere csak le onnan! Azaz. Small Fang. Nem jó húst adott. Ilyenkor lootolható? Á, sajna, nem mindegyik őriz magában. Szia, zsemle kutya, jó estét! Nem azzal van a gond, hogy elveszik, hanem a ténylegesen használd eltöröd valaki csontját, azért minimum ülni fogsz. Igen, én is azt gondolom, hogy... Let me get that. Már eleve a tartás, jó, rendben legyen valakinél, de akkor ne mondja el senkinek, és legfőképpen ne használja, hogyha arra lehetőség van. Mindegy, hát ki vagyok én, hogy... Nem értem, nem látok bele a helyzetbe, tehát nem tudhatok mit mondani ezzel kapcsolatosan. Én nem igazán kedvelem az agressziót semmilyen formában, de hát nyilván, hogyha ott olyan a helyzet, hogy az embernek a... Érted, a... Minden nap meg kell küzdeni a túlélésért. Szevasz, kismocsok, nyomod. Szerintem a főváros az errefelé lesz valahol, ugye? Talán az ott az. Az ott már a fővárosba vezető, igen. Jó, és innen be tudok menni? Jobbról itt bemehetnék? Vagy felmész oda, és akkor... Hát ott felül átmehetnék. Ott biztos, hogy bemehetek. Rápróbálunk, meglátjuk. Mit csinált itt a pón? Sosem értettem ezt a viperát. Látok, nincs kerékkulcs? Kerékkulcs. De hát aznak ilyen X alakja van, nem? Ilyen kereszt alakja. Hát hogyan lehet valamit effektíven... megsuhintani, aminek nem úgy áll az alakja, hogy effektíven suhintgatni lehessen. Még biztos, hogy rohadtul fáj. Nem fér el a kabát alatt. Hát úgy kell, hogy az ember jól beleül, és akkor mindig váltogatja, hogy melyik végébe. Nem csak kereszt alakú van? Ja, én azt hittem. Régen olyanok voltak a kocsikhoz. Na, megérkeztünk Vermundba, és a küldetésünk szerint elméletileg a főtéren ott fog állni most a srác, akinek a próbáit teljesítenünk kell. Hát nem egészen úgy mentünk most előre, ahogy terveztük volna,
nyilván ismerjük a játékoknak ezeket a megoldásait, hogy keresztül tudnak nekünk azért húzni. Az micsoda? Azt hittem valaminek a hullája itt fekszik. És az IA-s srác, látod itt van már. Szia! Szevasz, hogy vagy? Hamarosan az IA-s próbámon fogok átesni. Helyes lenne, hogyha mondanám neked, hiszen te adtad nekem az íjat, amit használni fogok. Ja, és reménykedett benne, hogy megfontolom, hogy én is ott legyek majd ezen a nemes alkalmon. Az arborhoz az utat nem lehet könnyen megtalálni, nem lehet könnyen követni. Jobb lesz, hogyha velem jössz. Van egy fahíd a romok mellett, ahol edzettem. Annak a másik oldalán várlak. Gyere, találj meg, amikor készen állsz az útra a Sacred Arborba, a falujába az én embereimnek. Azt akarod mondani, hogy az elfek falujába fogok menni most? Hát de ki tudja, hogy ott milyen új küldetések várnak majd ránk, nem? Hát ebből még akár baj is lehet. És lehet, hogy jobban járnék, hogyha inkább szimpla íjászként mennék oda? Vagy hogyha megcsinálnánk az escort küldetést. Figyelj már, hogyha leveszem a... Aha, ez lesz. Előbb ez lesz. Ha leveszem a fegyvereimet és a páncélzatomat, akkor el fogják hinni, hogy pón vagyok, felvesznek, és leszállítanak engem az oxkárttal. Tehát akkor lehet, hogy nem kell követnünk, és egy sokkal gyorsabb küldetésünk lesz ezáltal, ugye? Aludjunk estig. Nektek még sose kellett kereket cserélni? Hát hála jó Istennek nem kellett. Én szinte megmondom, nem is emlékszem már pontosan rá, hogy hogyan lehetne. Ó, Pötten visszatért. Legyőzött egy ógrét. Kaptunk Beast Steak-et, meg egy Harpy Snare Smoke Beacon-t. Nagyon kedves ez a Yagami. Csak nem Béla az, meg Spookman. Az egészet berakjuk a storage-be. Nagyon rendesek voltak. Szóval Kimérával kellett küzdenem? Szörnyű lényel. Nem sietek, hogy újra szembenézek egyel. Király vagy, nyomod. Bírom ezt, hogy pöttömet viszik az emberek. Nektek még sosem kellett kereket, nem. Eléggé feltűnő, hogy nem valaki kabátban mászkálna. Erről eszembe jutott a Supernaturalben Castiel. Aki mindig kabátban mászkál, hogyha ismeritek esetleg az ő karakterét. Mindjárt ott leszünk az Oxkártnál, és akkor jobban tenném, hogyha levetkőznék, ugye? Nem mindig van? Kabátban, azt mondod? Neki ilyen signature cuccai vannak. Tehát... Én még nem láttam szerintem anélkül. Ötödik évben, de én valamelyik részben nincs. Ja, jó, bocsánat, igen. Lehet, hogy volt egy rész az ötödikben, amikor nem volt rajta. Hát most én a hatodik évad fináléjánál járok már, és... Azt kell, hogy mondjam, hogy az egész hatodik évad egy marék szar volt. Egyáltalán nem volt jó. Amikor kimegy a fazomból, az angyal akkor is leveszi. Aha. Elképzelhető. Várjál már. Ott vagyunk, ahol az Oxkártnak lennie kellene, hamarosan előttünk fog állni, ugye? Ennek a hídnak a túloldalán. Ura is volt szimplán Zakóban. Szerintem... Az mi az a kék? Ja, random mágusok, oké, az meg ott a hely, amit keresek. Na, mit akarok mondani? Biztos vagyok benne, tudod, hogy volt ugyanolyan kabát, meg ugyanolyan ing alatta, meg nyakkendő, mit tudom én. Mondjuk 10 darab, és akkor a forgatás során azokat váltogatták. Ezek elmászkálnak, ez meg nem megy sehova. Olyan, mintha ennek a küldetésnek kizárólag az lenne a megoldása, hogyha levennék magamról mindent. Hát akkor mehet a sexizés. Gyűrűket is le kell vennem? Remélem nem. Jó napokat! Csak pónok jönnek? Mit játszik ez a majomot? Nem tudom. De mindegy, ugyanaz a helyzet, a kargónak el kell jutni a céljához, akkor menjél befele. Jó. Sexy Pons. Sziasztok!
Only ja, jó, oké, okay, semmi gáz, jó. Jaj, jaj, várjál. Kell becsukni az ajtót. Bocsánat, mi csinálják? Ez amit én élőben. X-Men? Nem, ne, engedjél el. Nem veled akarok beszélni, mi az az X-Men? Mit kell megvizsgálnom? Felszálltam a Phantom Ox kártra. Ideg van idekint, mondja a fickó. Ilyen szépek a fények, nem? Tök király. El is fáradt már itt a nagy utazásban. Meg el is felejtett magának vásárolni némi italt. Jót tenne neki egy kis étel. Végig fogja rinyálni az utat? Ez közben mi vagyunk a pónok. Mi volt ez? Megijedek az árnyékoktól, mondja. Most hová visz, várjál? Ez még csak a fővárostól északra van. Megtámadtak? Ne álljatok csak úgy ott! De te nem fogsz nekem... Hát te nem fogsz te nekem itt parancsolgatni, én csak ón vagyok. Kimennek az Na hát... Az Erizen nélkül? A felemelkedett nélkül? Na jó, kiszállok én is. De most akkor nem fedhetem fel, hogy mi vagyok, ugye? De akkor gondolom, hogy... ököllel kell verdesni minden. Nem öltözök vissza. És ez volt még a... Jó, beszállunk. Ez volt most a level 1-es kihívás, ugye? Tehát akkor ezután még majd jön a... Mit tudom én, a Griffish ránk száll, meg ilyenek. Van kéznél csalán? Remélem nincs. Ez valami exkluzív szauna? Hát nem néz ki annyira melegnek. Nem tudom, miért is kérdezem tőletek, hogy hogy vagytok ma este, sosem válaszoltok, ugye? Hát akkor csak hallgatnotok kell. Furcsa. Furcsa népség vagytok, ti pónok. Azt mondjátok, hogy bármit megtesztek, amiket a felemelkedett mond nektek. Nem fogtok panaszkodni, és halhatatlanok is vagytok. Hogyha engem kérdeztek, akkor ti jóféle rabszolgák vagytok. Igazság szerint el is felejtettem már, hogy az elmúlt napban hányotokat szállítottam le. Még ötletetek sincs arról, hogy mi fog történni veletek. Vagy hogy hova foglak elvinni titeket majd. Hogyha kiraklak majd titeket végül. Soha nem láttam még senkit közületek visszatérni, ez sokat elmond, mi? Micsoda? Azt mondják, hogy Lanja kiképzéshez vagyunk mi célpontok. Mások azt mondják, hogy az élet erőtöket a Batal császárnőnek kiszipolyozzák belőletek és felszolgálják neki. Hát csak viccelek, mondja. Nem, mint hogyha tudnám az igazságot, persze. Nem is érdekel. Amíg én megkapom a fizetségemet, én boldog ember vagyok. Aha. Jó, haladunk. Akkor is pónok vagyunk, hiába kérdez minket. Mi is? Ti pónok vagytok? Van olyan, hogy nem válaszol senki. Megérkeztünk Checkpoint Restaurantba. Ez lett volna a lényeg, látod? Viszont... Szóval, hogyha a másik módszerrel jöttünk volna, hogyha minden úgy alakult volna ma, ahogy elterveztük, akkor ide jöttünk volna, és most a Misty Marsh is kimaradt volna, nem szereztük volna meg a portkristált, amit ide letettünk. Szóval mindenképpen rosszabbul jártunk volna szerintem. Azt mondja, hogy most átnézzük a szállítmányokat, nyissátok ki. Azt hallom, hogy akármilyen parancsot kapnak, teljesítik. Igen, és nem panaszkodnak akkor sem, hogyha jól megvered őket. Nézzük csak meg. És most hagynom kell, hogy verjen. Au. Nem fogok visszaütni. Gondolom az lenne a lényeg, hogy ne üssek vissza, ugye? Mert azzal tönkreteszem a küldetést. A pónjai meg ott állnak hátul és nézik, hogy mi van. Jó, hogy nem avatkoznak most bele. Na.
értékes termékekkel játszadoztok, amik többet érnek, mint a fizetésetek összeadva. Hogy elég legyen. Menjetek is tovább. Bemegyek az RDF-re, mire kívül a kisgatyában pofosztatja magát. Mi az az RDF? RDF. Mehetünk is, persze, let's go. Random Dungeon Finder. A WoW-ban van ilyen már. Én nem emlékszem, régen nem volt szerintem. RFK az volt, Razorfen. Raul talán. Meg Downs, dupla insta. A rohadék hordások kontinensén. Level 20 körül. On your knees, worthless vessel. Na, mindenki szépen le a térdére. És akkor most gyűjtenem kell bizonyítékot és jelenteni Captain Brentnek, az megvan. Várjál csak, te nem Poon vagy. Ajajaj, behatolók vannak, mindenki fegyverbe. Fegyverbe a seggemet, úgy megverlek titeket, megőrültök. Na most minden szép cuccom visszakerül a csodatestemre. Ott is van, beltözök izébe, Batmanba. Mehet, készen állok. Mindenki nyeli. Ő jobban, mint a többiek. Ó, úristen. Neighbor requisition orders. Ezt kaptam tőle? Aha, ez bűntény evidence. Ez bizonyíték lesz arra, hogy mit művelnek ezek a seggarcúak itt. Ez mondjuk megütöttek kissé. Egymás után szurkálnak. Tök jó, hogy sikerült eljutnunk akkor ahhoz a nagy kapuhoz, Bug Battle-ba, amit eddig nem tudtunk kinyitni. Öttem, mit szórakozol? Miért nem vered őket halálra? Kis jelestem. Szétvel, te mit csinálsz? Engem nagyon megvernek most itt. És hogyha dobnék rájuk egy ilyen nagy kavicsot. Nézd, már növekszik az íj végén, növekszik szépen. Meg vagyunk fele? Ez. Wow! Az első nagyon nagyot kapott belőle. Engedj már el, hülye gyerek. Földön van a következő, és mégis... Jó, meg is van. Maximát revive-olni lehet? Ezeket mind lehet revive-olni? Hát én nem fogom őket revive-olni, köszönöm szépen. Ezek mind bűnözők voltak, a pónokat ide. Veled mi van? Sphinx Parentnek valami baja van. Mit tettem, hogy ezt kiérdemeljem? Semmit, csak szedd össze magad. Na, az Oxkárttal megjöttünk, mindenkit levágtunk. Itt állunk, és most mi lesz? Ennyi volt, hogy nem fog kinyílni a nagy kapu? Spell Seal Door. Flamebearer Palace. Lehet, hogy varázsolnom kellene valamit oda? Nem. Mit mondanak a pónok? Semmit. Lehet, hogy revive-olni kellene az egyiküket, és akkor... Hát, megnézzük, hogy mit akarnak. Jó, de... És hogyha utána nekem esik? Szerintetek? Most nézzük meg, hogy hol állunk pontosan. Ez a Flamebearer Palace. Aha, és akkor itt van a Prayer Hall. Jó. Itt kell lenni a közelben a Forbidden Magic Research Labnek. Itt még nem járhattunk szerintem. Ebben a palotában. Nekem ez bűzlik. Itt még én nem voltam bent. Bizonyíték, amit szereztél, mond valamit? Egy parchment lesz az. Melyik az? Labor Requisition. Ez egy levél, ami parancsokat tartalmaz, hogy a batali romokban pón rabszolgákat alkalmazzanak, azt is említi egy furcsa staffot, ami egy pón légiót képes uralni és irányítani. Érdekes. Ez egy olyan tárgy lesz, akkor gondolom, amit meg kell szereznem, hogy nehogy olyanok kezébe kerüljön, akiknek hát nyilván nem való a kezébe. Voltam már itt a palotánál? Már volt? History Chamber. Én erre emlékszem. Itt voltam. Jó, hogyha most elmennék a Forbidden Magic... nem tudom milyen kutató laboratóriumba, akkor folytathatnánk Sven küldetését, és most akkor az lenne a dolog, hogy ver
Mi a neve a helynek? Vermund? Vernworth? Ja, a fővárosba akkor vissza kell menned, és akkor el kell menni megcsinálni az Archer küldetést, ami szerintem a Trevor Mine közelében a romokban van. Azt mondta, hogy van itt egy fahíd, és a másik oldalon találkozzunk. Jó, azt majd megoldjuk. Az nem is lesz annyira onnan messze. Akkor utána átmegyünk az elfekhez. És hogyha ide teleportálunk, akkor az elfek kavicsát, azt átvihetjük majd ide a Frontier Shrinehoz, a Sphinxhez. Visszaugrunk majd ide, de ne felejtsük el, hogy itt is lesznek majd még küldetések. Tehát, hogyha visszaugrunk a városba, és megcsináljuk akkor a fickó felvételét, és visszateleportálunk akkor ide északnak, akkor utána le kell majd ugrálunk. Hát szerintem lehet, hogy jobban járunk, hogyha körbe megyünk erre, és itt meg kell csinálnunk a szobrász küldetését. Jó sok minden van most. És valószínűleg Vanworth-ben is folytatunk el azt a questet majd akkor. Most a Svennek a küldetése ez. Azt nem mutatja, hogy ezt itt kéne megtalálnod? De furcsa módon igen. Na hát, és azt nem is tudtuk eddig. Ez micsoda itt? Az Orion Chamber-től jobbra. Menjünk csak be ebbe a palotába, ez lehet, hogy a meghallgatási terem, vagy ahol fogadni szokta a császárnő a vendégeit, az egyben nyílik a titkos, nem tudom milyen tudományoknak a kutatólaborjával is. Ötte még itt maradnak, ők nem léphetnek be ide. Ezek szerint igen, és itt kell felvennem valami levelet, amit Svennek oda kell adnom. De ez lehet ám, hogy... ez micsoda, hogy nem pontosan itt van. Ó, egy Seeker token, de jó. Hanem lehet, hogy egy szinttel akár lentebb. Ez mégiscsak az Audience Chamber. Hogyha itt le lehet menni, akkor ott is le lehet? Szart nem látunk, igen. Ez kicsoda? Good day, sir. Jó napot, Bente. Na most jó kérdés, hogyha itt lemész, akkor merre mész? Mondjuk a körbe megy, akkor meg király. Aha, itt vagyunk a Research Labben. Na, itt vigyáznunk kell, mert itt van a sárkány csontváz alul, ami önmagában nem gond, de hogyha leesel oda, abban a mélységben, akkor viszont szarban vagy. Meg kell találnunk azt, hogy hol van ez a levél, amit itt össze kell szednünk. Mindenféle. Az egy Seeker token a sárkány mellett? Ne! Mindenféle érdekes dolgokat kutatnak ezek a jó emberek itt. Hogyan sikerült vajon egy sárkányt elfogniuk? És itt kellene megtalálnom a szuper levelet. Ezek most működés közben vannak. Igen, ezeket már megtaláltuk egyszer, már el is olvastuk, le is fordítottuk, amikor erre jártunk ugye először. Lehet, hogy nem ide kellett bejönni. Akkor ez volt a gond, szerintem nem figyeltem meg a többi kisebb szobát. Itt is lett volna egy. Jaj ne, ez volt az a levél Fézusnak, francba. Csak ennyit kellett volna tennem, és akkor most már meg is vagyunk azzal, hogy mehetünk vissza a kisrácnak leadni a levelét. Akkor folytatódik a régens királynő fiának küldetése is ezáltal. Mondjuk, ha meg már itt vagyunk, akkor ránézhetnénk a kis Hugóra, nem? Mert a kis Hugónak meg... Ó, itt vagyunk a Fézus chamberében. És itt nem találunk valami érdekeset? Nincs valami szuper titk dolog eldugva? Látszólag amúgy semmi nincs ide bent, ami érdekes lenne, ahol a csávó. Ez a Lord Fézus, ez nagyon összejátszik a régens királynővel, és szerintem ő lesz majd az egyik ilyen nagyobb probléma forrása ebben a játékban. A politikai szálak itt futnak össze két ország között. Mind a kettő ugye elég ocsmány dolgokban vesz részt, és... Why is Vermund funding our research? What do they have to gain? Számos szeretem, Szi. Köszönöm a 38. havi előfizetésedet. Hogy vagy? Mi a helyzet? Leteszem itt a pipát, iszom egy kortyot, és küldök neked szuper cicákat. Azt kérdezik itt a jó emberek, hogy Vermund miért pénzeli a mi kutatásunkat? Mit nyernek ők ezáltal? Nem tudom, igazság szerint sosem kérdeztem. De hallottam egy pletykát, hogy... Ó, hogy ez egy arra fog kifutni ez az egész, hogy a herceget, aki a régen Skin, tehát Sven, hogy trónra ültessék. Micsoda? Hallottál ilyen hülyeséget?
Ezt csak hallottam. Igazad van, értelmetlenség az egész. Jobb lesz, hogyha ezt a pletykát nem is veszük figyelembe mostantól. Kíváncsi vagyok, hogy az igazgató mit tervez, de őszintén, amit Batál ki van hagyva ebből, egyáltalán nem érdekel, hogy mire készül. Na ez érdekes. Érdekes dolgokba futunk itt vele Svennel kapcsolatban. Svent akarják a trónra ültetni. Tehát ahhoz akkor Fézusznak el kellene árulnia az itteni császárnőt, ugye? És akkor meg kellene gyilkolni őt, és akkor a másik ország királynőjének fiát akarják ide. Hát de ez nagyon furi nekem. Hát hogyan? Hát akkor háború fog kitörni. És éppen egy sárkány írtja a népeket, meg fosztogat mindent, nem? Végre összegyűlt az 1 millió csatornapont. A nem szarral gurítás mesterei. Gratulálok hozzá. Remélem, hogy majd a jövőben be tudom nektek állítani az 1 millió csatorna pontos poló rendelős lehetőséget is. Itt vagyunk a kis hugónál, akit még mindig nem engedtek ki, ugye? Aha. Itt volt az igazgató, akinek már kétszer is adtunk egy csomó pénzt. Ő az? Nincs rád most időm, adjál békén. Ő az igazgató. Azt mondja, hogy ezekhez a dolgokhoz idő kell. Hát köszönöm öreg, figyelj már, nem tudom, vagy öt nem tudom mennyi ezer goldot itt hagytam, hogy a gyereket kiszabadítsák, de olyan, mintha ez nem akarna megtörténni. Lehet, hogy jobban járnék, hogyha én magam engedném ki ezt a gyereket, nem? Viszont akkor itt áll ez a csávó, és ezt figyelni fogja, ugye? Ja, hogyha jól megfizetnéd, akkor a börtönigazgató kiengedhetné a gyereket. De ezt nem tőlem hallottad. Szerintetek? Tehát, hogyha most azt mondom, hogy kinyitom az ajtót itt, nincs olyan, hogy mentési lehetőség, nem tudni miért nincs. Ha random kiengedném a gyereket, azzal tönkreverném ezt a küldetést. És mi történik, hogyha kinyitom az ajtót, megfogom a gyereket és elszaladok vele? Hát, haver. 5 darab ilyen kulcsom van. Az igen? Bocsánat! Bocsánat, elnézést! Hát nem akartam én balhékozni. Én csak kinyitottam. Jó, mehetünk, srácok, semmi baj. Vagy most már lehet, hogy meg kellett volna fognom a gyereket? Az igen. Adott Hugo. Helyzet van. Nem akarsz jönni? És a többiek elfelejtették a bűnömet? Na mindegy, akkor most már kiviszem. Hát ez nagyon furi. Furin alakult ez a dolog, de én meg vagyok vele elégedve teljes mértékben. Na, és akkor a gyerek kint is van. Várjál, mert jönnek utánunk. Akkor vigyük tovább még egy kicsivel. Na, és akkor most történt egy mentés. Ugye nem vágtunk te senkit? Nem, aki akciózni akart volna, az túlélte. És a gyerek meg elsétál? Hallod? Haver? Beszéljünk már, hát... Hát, te voltál, aki miatt kijutottam a börtönből? Hálásnak kellene lennem. De most mit csinálja? Könnyű egy becsületes életről beszélni, de senkihez nem fordulhatnék. Senki nem akarja, hogy dolgozzak neki. Én tudok egy helyet, ahol lehetne. Hol? Ja, mindegy. Mi most játszol? Ezt csak szórakozom vele? Ne, hát jó lenne, hogyha tudnám, hogy hol vennék hasznát a gyereknek. És most azt sem tudjuk, hogy hová fog menni. Tehát lehet, hogy addig volt jó, amíg ő bent volt a börtönben. Most ez alapján... Akkor azért nem engedték ki, mert a játékos még nem találta meg ezt a helyet a térképen, ahol lehetne őt neki munkát ajánlani. És hogyha megtaláltam volna, akkor visszajöttem volna, és kihoztuk volna meg minden, és akkor azt mondtam volna neki, hogy... Ugye? Tehát szerintem ez így ment volna tovább. De most akkor az a küldi... Offerej Hugónak guidance-t. Ez most átment teljesen más helyre? Hát Bagbatálba, igen. Állítólag itt van a küldetés. És akkor a srác meg innen el fog indulni gyalog valamerre. Hát aztán ez... Ez aztán a csoda lesz akkor, utána megtalálni. Figyelj, elmehetne akár az itteni fürdőkbe is dolgozni, nem? Ott biztos, hogy kell mindig takarítani az ott
lévő vendégek után. Lehet, hogy az elfekhez kellene elküldeni. Hát... Mindegy, megyünk Vanworth-be, az biztos, mert akkor most már a portkristállal oda teleportálva haladhatunk az ottani küldetésekkel is tovább. Fairy Stone. És van még három pöttömnél. Elraboltad a börtönből. Igen. Na. Hogyha most itt vagyunk, akkor Svennek oda kell adnom a levelet. Ez a következő küldetésünk. Szépen haladunk sorjában mindennel. Captain Brentnek le kell szállítani a bizonyítékot, hogy mit akartak csinálni ezek a rohadékok, ugye a pónokkal, akiket elraboltak. Hát mondjuk nem tudom, hogy az ő esetükben lehet-e rablásról nevezni. Végtére is nem feltétlen gondolhatjuk őket érző... Ott oda kell menni. Érző lényeknek. Brent, meghoztam a cuccot neked. A Phantom Ox kártal kapcsolatosan felrobbant mellettünk, úgy látom egy... Nem tudom, micsoda volt az. Egy korsó sör. Szóval volt előre haladás ő felsége, persze tessék. Oké, szóval meghatároztat, hogy hová megy, ugye? Vagyis, hogy kiderítetted. Valami ásatásra szállítják el őket. A staff, amit említesz, az a bot, az nagyon-nagyon furcsa dolog. Úgy hangzik, mintha... ugyanabból készült volna, mint az ékkő a régens királynő bábján. Ugye itt van egy kamu felemelkedett a trónon, aminek van egy amuletje, amiben van egy kavics, és azt tudja irányítani a pónokat, és ezzel játsszák meg, hogy ezzel verik át az embereket, hogy ő a felemelkedett. Hallom, hogy nagy előítéletekkel állnak Batalban pónokkal szemben. És azt hallani, hogy úgy kezelik őket, mint eszközök, amiktől bármikor meg lehet szabadulni, meg hogy ilyen brutál feladatokkal látják el őket, hát ez elég kemény dolog. A vulkanikus sziget már régóta Batal területéhez tartozik. Van ott egy lávató, ami a lángjairól ismert, és a szentnek számít a batáli emberek számára. Ja, és hogyha ott ők maguk dolgoznának az Isten káromlás volna, és akkor ezért kellenek a pónok nekik? De lehet, hogy inkább csak tesztelni akarják, hogy mennyire van nagy hatással ez az ékő a pónok irányítására. Egyőre nem tudok meghatározni, hogy mi lehet a kettő közül. Viszont... azt mondja, hogy... Be kell bizonyítanunk, hogy valaki a Vermundi udvarból eladogatja a pónokat. Hogyha sikerre járnánk ebben ennek a bizonyításában, akkor még a régens királynő maga sem tudná az embereinek a megrökönyödését lerázni magáról, kétségtelen, hogy elveszíti a bizalmukat. Gratulálok, ő felsége! Ez a bizonyíték, amit összegyűjtöttél, ez lesz majd az oszlopos része. Annak a... Hát tudjátok, hogy mi akarunk lenni a... Be akarjuk bizonyítani, mi vagyunk az Arizonák, és akkor ez egy jó dolog lesz hozzá. És akkor ezzel most 4000 XP-t kaptunk, meg Ring of Momentumot, meg 14500 goldot. Jó, most jöhet Svennek a küldetése. Aztán szerintem alszunk reggelig, és akkor elindulunk az Archery küldetéshez is. Ahhoz viszont oda kellene adnom... Ez hol van? Ja ez aha. Svennek kellene jelezgetni. Svennek a megtalálása az mindig egy jó feladat, hiszen a gyerek néha kimászkál ugye a palotából, édesanyja tiltása ellenére. Még lehet, hogy jobban tenném, hogyha én is leraknék egy csomó dolgot, amik most így nálunk vannak. Tudod, felvettünk az úton ilyen szörny hozzávalókat, amik csak húzzák lefelé a zsebeinket. Ezeket gyorsan kipakolom, és már is megyünk. Meg szerintem fegyvert nem találtunk, tehát pöttömnek nem lett átadva kb. Semmi. Az Onyx, a Tiger Eye, az nálam maradhat, van még nálam egy bogár is. Jó, minden más az megvan.
Nézzünk rá, hogy van-e esetleg felrisztónunk, hogy hány darab ilyen portálköven van. 17-szer tudok teleportálni még. Hát szerintem kiveszek 2 akkor magamhoz. 2 biztos, hogy kelleni fog. Ugye egyszer el kell mennünk a checkpoint restámba, át kell vinnünk a portkristált onnan majd egy másik helyre a Sphinxhez, onnan pedig el kell mennünk akkor Vanworth-be, és vissza is kell térnünk majd. Ahhoz legalább 3 kell. Akkor ez egy nagyon költséges küldetés, amit a Sphinx bízott ránk. Hamarosan hidratálok, köszönöm szépen a kiváltást. Éhes vagyok, ti nem vagytok éhesek? Lehet, hogy be kellett volna öltöznem katonának, máskülönben Svenhez nem férhetek hozzá. Jaj, ne csináld. Viki cica beb. Összekövetést. Üdít nálunk a vészkórusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Szerintetek bemehetek így hozzá? Állítólag itt kell, hogy legyen a gyerek valahol. Lehet, hogy fent. Batman bevetésen. Ne csináld. Lehet, hogy lent van. Csókolom emberek, mondta Viki cica beb. Mit jelent a beb a nevedben? Van itt egy lantern oil. Lehet, hogy a lépcső alatt lakik a gyerek. De nem a Perry Hotter ez? Szavasz voltál, mi a helyzet, nyomod? Na-na, lefele, úgy-úgy. Ha ide átjössz... Hát nem itt zabál a gyerek sajna, pedig itt szép lakomákat tartanak. Jóó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 
Próbáljuk innen. Ez a guardhouse. Engem innen kidobnak, ha meglátnak, nem? De figyelj, úgy jelzi, mintha itt lenne a gyerek, de nincs. Na jó, rá kell lelnünk az ő szobájára. Ez itt egy titkos ajtó? Nem. Nézzük meg, a map szerint mit mondanak? Castle Training Ground. Servant. Dining Hall. Kitchen. Audience. Udvar. Csarnok. Jail Tower. Hát de... Várjál már. A guardhouse mellett kellene lennie, nem? Nem tudom. Itt bent kellene lenni szerintem valamelyik szobának, de hát nem a szolgáké, meg a... Ja, várjál, van itt second floor, persze. A második emeletnek van itt Sven Chamber, aha. Tehát, hogyha visszamegyünk, akkor kell találnunk egy lépcsőt, ami fölfele megy, ami... Hát a pont a másik oldalon van elméletileg, ugye? Jó, a hát oldalon. Oké, második emeleten lakik a gyerek. Ez az első emelet. Bébit jelent? Jézusom, ide már gyerekek is járnak. Elméletileg itt szemben lesz a lépcső, amivel felmegyünk a first floor-ra, ugye? Mert most lejöttem egyet. Itt akad néhány ogre és troll is. Jaj, azokban sosincs hiány. Ha minden igaz, itt vagyunk Svennél. Kezd lemerülni a lanternöm, annyit mász kell. Szavasz, Sven, de szép ládád van. Ne haragudj már, így rárabolok rögtön. Ó, itt van az egész courtly felszerelés. Beöltözhetünk pulyáróba. Szevasz, srác, nyomod? Ó, örülök, hogy jól vagy. Éppen azt gondolkoztam, hogy vajon mi lehet veled. Megtudtad, hogy mi állt a levél mögött? Nézd csak meg. Fézus levelét odaadom. Úgy tűnik, édesanyám csatlakozott egy batáli kutatóhoz, hogy elérje a céljait. Ami a levél szerint az, hogy úgy rendezzék meg a dolgokat, hogy én legyek az új uralkodó. De nem értem, Vermundnak nem kell konzul. Megtalálta már a vezetőjét, a Savrant, még akkor is, hogyha kamu, az a felemelkedett. Ráadásul rólad nem is beszélve.
Szeretni lehet a kamu szabrant, a kamu felemelkedettet is, meg téged is eltávolítani a képből? Lehet, hogy a tragédia, amit ebben írnak, az erre utal? Ijesztő gondolat. Mégis mi vagyunk sokkal erősebb pozícióban, azáltal, hogy megtudtuk, hogy mire készülnek. Gratulálok! És hogy nem, szóval hogy nagyon hálás vagyok neked ezért, tudom most már, hogy mit is kell tennünk. Na és micsodát? Kaptunk egy Fairy Stone-t és 20.000 goldot. Sven, hogy megváltozott? Most meg azt mondja, hogy nem tudja, hogy mit csináljunk. I won't claim to be well informed about the situation there, but I dare say it is not without its troubles. Akkor lehet, hogy most várnunk kell, amíg a srác majd megkeres minket és elmondja, hogy mi legyen a következő quest. És akkor most jön a Trial of Archery. Jó, ahhoz el kell mennünk, meg kell keresnünk a srácot. Rajta vagyunk, szerintem szépen haladunk most, 2 óra 35. Szerintem 3-ra elérünk talán a gyerekhez is. Megcsináljuk akkor a küldetését, és utána már lehet majd a Sphinx-es hülyeségekkel is foglalkozni. Ami szerintem a Sphinx-elés az kb. Egy 3 perc lesz. Ha nem kevesebb. Most hova megyek? Eltévedek a különböző... kisebb akadozások. Különböző brutális izékben. Régóta mindenhol ez a neved? Ja, értem már. Hát üdvít köztünk, csak nem nagy Sárkányz Dogma 2 rajongó vagy. Egyébként teljes mértékben érthető ez, hiszen tényleg egy AAA kategóriás játékról beszélünk, ami elképesztően szórakoztató és hihetetlen király sztorival bír. Nemrég még a Nerve Shatter volt a kezében, hogyha el nem hagyta. Azzal mászkált. Egyébként Svennek nem is nagyon erősítettük a fegyvereit, nem? Tehát úgy mondom, hogy nála mindig egyféle fegyver volt, és nem igazán foglalkoztunk azzal, hogy neki úgy állítgat. A páncélzatát azt igen. Azt állítgattuk, de szerintem a fegyvere az nem. És akkor hányszor volt, hogy az a majom ráüvöltött valami ghoul, és nem ghoul volt az. Mondjad már, mik laktak ott a északi mitológiában. Angolul láttam valakinek múltkor, azt hiszem, most mondom, megnézem magyarul is. Ja, hogy a játékot. Bocsánat, hirtelen a nevedem voltam, hogy mondom, mi? Jó, oké, elnézi. Képben vagyok azzal, hogy miket kérdezek, ne aggódjatok, aluszunk reggelig. Drógörök voltak, igen. Igen, a rohadék drógörök. Az a Fairy Stone, amit kaptunk, ugye mondtam, hogy pont 3-ra van szükség, 2-t vettem ki a ládából, 3 van nálam, meg még van szerintem 2-3 pöttömnél. Az inventory-ban benn maradt, akkor még 15 darab teleport lehetőség, úgyhogy akkor let's go. Már is szaladunk akkor a gyereknek a, mondjad már a... Glindvir, vagy mi volt a neve? Az Elf Fickó küldetése következik, akinek, hát elméletileg... Egy ilyen IASZ próbája van, ugye mi biztosítottunk számára íjat, hogy megismerkedhessen ezzel a csodálatos dologgal, mi emberek milyen íjakat használunk. Másik ajtón kellett volna kimennem, másik kapun. Map. Igen. Nem mehetek át itt valahol? Förtelem. Milyen cica bajszuk van a lányoknak, amikor beszélnek melletted? Nem az enyémet látod, Folti? Nekem is borotválkoznom kellene, hiába. Ilyen durvi ez a maszk, ami rajta van. És ő beszél elfül? Kika a neve? Ajjajaj. Hűha. Mit van neked? Meteoron, High. Az a hagol, az micsoda? Augurális Flare, Maelstrom. A lehető legdurvább spellek vannak nála. És ő beszél elfül. Szerintem fel kell, hogy vegyem. Meddig fogok játszani? Sokáig. Nem tudom. Nem szoktam stopperrel mérni, időzítővel, meg ilyenekkel. Igyekszünk. Az biztos, hogy 3 óránál lesz egy szünet, tehát kb. 20 perc múlva majd. És akkor lehet, hogy majd utána folytatjuk. Nem tudom. Szóval őt fel kellene vennem, de ahhoz, hogy felvegyük, ahhoz el kell, hogy küldjem a másik pont, amihez el kéne adogatni Sphinx Parent, a szupermacska, aki egyébként egy zseniális karakter. Gratulálunk a készítőnek hozzá, szerintem marha jó ezzel a cuccal. Ripened Hearthspad van nála, a Lantern Oil-t azt elvisszük.
Meg a Leap Worm skin esetleg még kötömhöz elfér. Kis staminát tölt vissza. Jó, ennyi volt, oké, köszönjük szépen. Akkor őt veszük fel. Azért veszem fel ezt a kedves hölgyet, mert egyrészt nagyon erős, másrészt pedig most az elfekkel valakinek beszélnie kell majd. És szerintem Sphinx Parent nem képes erre. Szédrel helyére kell majd valaki, de olyan szépen gyógyítgat. Most már nem tudom, hogy mióta jön velünk. Mióta jön velünk, olyan ezt nem írja? Hasbeszélő is a... Szia, Viki Cica Beb. Nem maradtál sokat, nem mondom. Küldünk neki egy halat. A macska úgy is szereti. Be well, arisen. Let us work together to honor the... Jó, és akkor most ő váltotta le a szupercicát. Király, lesz valaki, aki beszél elfül. Egyébként érdekes volt, hogy a tünde srác képes volt emberül beszélni, nem? Nothing else for it, I suppose. Belefuthatunk volna abba is, hogy mondjuk eleve nem is tudjuk felvenni a küldetését, mert senki nincs, aki beszéli az ő nyelvét. És akkor meg egy portkristállal meg lettünk volna rövidítve. A Láli ajándék? Szerintem illik a cicához az a halacska, nem? Jó volt az. Milyen cseppont hús neve volt a csajnak, nem? Elnézést, na, de ott szokott menni. A izé maradt le, a 17. Nem állunk meg most már addig a helyig. Nem akarunk küzdeni senkivel, ha csak nem valami boss jön elénk. Leköpött ez a vadállat. Meg a Sopron, hogy honnan van? Nem tudom. Sopron. Az Jai-tól van, nem? Én nem tudom. Ez honnan van? Szóljat most ide. Egy chat.hu. Azán. Jó Isten. Ha voltak azért, figyelj, hány évesek volt? 14, 15? Akkor már azért rendesen küldtük a csetelést neki. Tiszta izé volt, tiszta újdonság volt. Emberekkel lehetett beszélni ingyen a világ másik oldaláról. Ó. Szaladunk, az út mentén kell, hogy legyünk. Itt megint valami lehet, hogy rám támad. Hárpiákoknak tűnnek. Szia, Korod! Jessica 19 Sopron. Ja, hogy ezt is beírták a névbe. Volt olyan, persze. Mit tudom én. János 25 Pécs. Bár lehet, hogy az ott nem a Pécset jelentette, hanem valami teljesen mást. Ilike Official 69. Ez volt a neved régen? Ja, M. Hajnal is ezt kérdezi. Hát én nem lepődnék meg rajta. Még a mondjad már. Mirc, az volt a neve. Mircet használtunk, az volt a szoftvernek a neve, amivel csatlakoztunk a különböző chat szerverekre, és akkor nyomulhattunk ott. Ez egy sokkal menőbb forma volt, mint a webes. Na, menj. Hogy elállta az utat előttem? Sokkal jobb volt, mint a webes felület ezeknek a cseteknek. Virtuál chat volt a greatest of all time, a legjobb a... Ever? Hot dog chat? Na, a hot dogot a sosem nem értettem. Az egy nagyon furi kitaláció volt, mert... volt így az embereknek a suliban, de szerintem akkor mi már kezdtünk éppen kijönni nagyjából ebből a... Májbipünk az még volt, amikor 15 évesek voltunk, de utána meg már nem volt olyan fontos az egész. Teveklubbanás, hősember képzőzés, persze, kimaxolt hősemberem volt, ne viccelj. Teveklub az nem top tier, az egy szar volt. Sosem értettem, akik azokat azt nyomták, hogy ott a teve... Jó, az igaz, hogy fejlettebb volt és több tennivaló volt benne. Azért ott egy virtuális tamagocsit kellett ugye
fenntartanod és mindig ránézned. Fejlettebb volt, mint a hősemberképző, de a hősemberképző sokkal szerethetőbb és humorosabb volt. Kemény volt, hogy a MyVip hamarabb kezdte el a csoportokat csinálni, mint a Facebook. Lehet. Azt nem tudom. Várjál, most jön mindenki velünk? Igen, már jön Kikka Makka is. Nekem nem volt ott csoportom szerintem. Profilom az volt. Mondok, nálam nagyot ment, mondta EchoForge Media. Nálunk már nem. Nem tudom miért nem. Rockerek.hu? Hát persze. De a rockerek.hu-t azt a Kászofték később csinálták, Sanyék. Mi ott nevelkedtünk. Ó, jó Isten. Számtalan óra ment el beszélgetésre és hülyeségekkel. De Sanyék még nyomják mindig. Tehát egyébként miután később ugye megcsinálták az oldalt, utána nagyot ment. Hát először ugye a Trefortnak a csetjén nyomultunk. Elfáradtam. Jaj. Jönnének a többiek, hogy felsegítsenek, de hát inkább rámásztak erre a vadállatra. Nyomjuk tovább, még jó is, hogy meg is volt fagyva. Megint rosszul van? Ott is van a győzelem. Azt hiszem meg is vagyunk. Minotaurus hornok egyből lezuhantak. És még meg is van. Három darab szarva volt, hát én kettőt látom. Mi ez te? Mi ez a nagy vihar, amit Kikka ide beszumonált? Öttem, hol vagy? Nincs ott semmi. A világ legbrutálisabb spelljét küldte valami kis állatra. Club Penguin, nagyot ment régen. Az már szerintem sokkal később jött. Ja, a Trefort volt a Trefort chat. Ahonnan később a rockerek kiindult, rockerek.hu. Hát nagyon sok emlék. Nagyon sok emlék megmaradt onnan. Srác, aki megrendezte a halálát, akkor mindenki teljesen ki volt akadva 3 hónapig, aztán az a hülye visszajött. Mindenki elhitte, hogy részegen magára robbantott valami petárdát és belehalt, vagy nem tudom, valami rakéta volt nála, és hát úgy sült el, hogy felrobbant a kezében, vagy nem, valami, anélkül, hogy meghalt. Erről a Penguin klubról nem is hallottam. Az valami újabb hülyeség a gyerekeknek szerintem már, mint a... Hoppá. Hoppá, jó napot kívánok. Nem lettem volna a Kyklops helyében? Lehet, hogy abból a barlangból jött ki. Ez biztos, hogy itt vagyunk a küldetés helyszínen, és hogy be is kellene töltenem egy kis lantern oilt magunkba. Aha, be is megyek ebbe, megnézem, hogy mi ez a hely. Újabb hülyeség 1997-ből? Szerintem későbbi kell, hogy legyen 2000 után Iván. Új, itt láda van. Nekem a Trabi neveldénél kiverültek ezek a neveldés dolgok. Trabi nevelde? Lehetett egy Trabantod, és akkor azt kellett ott helyre rakni? Miniklipen mentek a játékok? Startlapjátékok régi szél. A startlapra emlékszem. A miniklip az ugye külföldi oldal volt, és... Hát... Szerintem voltak annak populárisabb alternatívái. Magyar oldalon nem is nagyon voltak. Ezen mondjuk, igen, ez tök furcsa, hogy ezek a milyen játékok voltak, mondjad már, nem SVF, vagy mi volt a neve annak? Oh. Csillagharcos neveltem meg tevét. Volt csillagharcosod? Flash játékok voltak, igen.
Igen, Flash. Ja, szóval érdekes, hogy magyar fronton nem igazán voltak ilyenek. Jó, persze voltak ilyen HTML böngésző, kitalációk, a Larkinor. Hülye vagy, nem volt internetünk? Tudod, mit csináltunk? Bementünk a helyi Ósamba. Osztály, kivonult, a fiúk voltunk szerintem nem tudom heten. Bentünk, befoglaltuk a gépeket a helyi Ósamban, ahol volt kialakítva egy ilyen netes kitaláció, ahol be lehetett ülni esetleg mindenkinek, aki el akarta intézni netes dolgait. Akkor ott voltak gépek, és akkor nyugodtan használhattad őket. Hát mi suli után nem egyszer ott kötöttünk ki. Mi volt az a Travianus? A Travian volt, igen. Ott meg valami várost kellett csinálni, meg PvP-zni egymás ellen. Cowboyossal toltam sokat, West volt a címe, ilyen böngésző, és azt nem vágom. De mi Larkinort nagyon szerettük. Az egy Dungeon Crawler volt, és rajzolgatni kellett a térképeket. Mármint hát, tudod, olyan volt, hogy leírta, hogy hol vagy, mit csinálsz, mi látható a környezetedben, és akkor, hogy mi van balra, mi van jobbra, mi van mögötted, előtted, és akkor dönthettél, hogy mit csinálsz az adott helyszínen. Régen a Grappolis toltam nagyon sokat, nem ismerem. Akkoriban volt kultusza a LAN kluboknak, 1.6 kvék, persze, hogy volt, internet, kávézók, mindenek, jó. Eljöttél, mehetünk? Kövess engem, és kérlek, ne maradj le, mert itt könnyen el lehet tévedni. Nem semmi látvány lesz ez a Sacred Arbor. Rögtön jönnek a kutyák. Remélem húst azért adnak majd. Ott is van a Scrag of Beast. Én hallottam még egy vadkutyát valahol. Azt mondta a srác, hogy nem maradjak le, ugye? Mehetünk. Ikaria is jó volt, mai napig megy, csak kevésbé népszerű. Hát azért ma már persze egy ilyen, ahol a LoL of Legends, a Fortica, a Valorant, meg ezek a játékok ingyenesben vannak, ott a gyerekek nem fognak leállni böngészős játékok megnyúlni. Most megkeresett engem nem annyira régen egy magyar fejlesztésű MMORPG-nek a tulajdonosa, hogy nem szeretném bemutatni esetleg az ő MMORPG-jüket. Én meg úgy vagyok vele, hogy hát tulajdonképpen miért is ne, valamikor egy 3 órát elhűlgethetünk vele végtére is. Ezt azt látom, hogy oda át lehet menni egy láda kincset kifosztani, csak senki nem képes oda átrepülni. Betárcsázós neten volt először, amikor használtam, foglalt volt a telefonvonal. Hát ott voltak kitanációk, igen. Még a régi modemekkel. Modvágás helyett jó lesz. Mármint, hogy éjszakára betenni? Végtére is? Az egy bogár? Jó, ez nagyon kell. Metin-szerű csoda? Ugye, őszintén megmondom, hogy én nem vágom a metint sem most így, mert... Mi ez? Itt lő a gyerek. Ja, ott van fent az enemy. Hát, hogy én nem metineztem. Meg abból ráadásul szerintem metin 2-t toltak az emberek inkább, nem? Az első rész az nem. Nem emlékszem én arra. MSN-es esték telefonált valaki, nem tudtam beszélni a lányal, aki tetszett. Jaj! Hát figyelj, MSN-en, amikor volt olyan plugin, ami megosztotta, hogy a Winampon mit hallgatsz, akkor volt kellemetlen, amikor nézted a Poreszt, és akkor kiírta azt is. Hát Istenem. Metin 2 volt nagyon népszerű. Ja, én nem tudom, ilyen felülnézetesnek néz ki, hihetetlen világokkal és egyéb dolgokkal benne. Úgy vagyok vele, hogy felőre megnézhetjük, egy kis pénzt felajánlott cserébe. Az volt a menő, a plugin az MSN-be. A Winampa szerintem egy olyan dolog, amit én a mai napig szívesen használnék. Metinnek volt első része, mindig csak a 2-t hallottam. Na hát ez is egy jó kérdés, igen, hogy valamiből ki kellett fejlődnie magát, ugye. Hol van a srác? Lemaradtunk? Ugye megkért, hogy ne maradjunk le. És most ott van mögöttem, jól látom. Térkép szerint itt lakik. Ja, de lehet, hogy ő felugrált megküzdeni ezekkel a majmokkal, nem? Felment volna oda. Nem esetleg is szívesebben használnám, mint a szutyak Facebook Messenger-t. Így, igaz, ahogy mondod, abszolút egyetértek. Teljes 100%-os egyetértés. De lehet, hogy csak azért, mert idősek vagyunk, és lehet, hogy azért szeretjük, nem? Tehát így a nosztalgia érzés. Régen minden jobb volt,
Amúgy meg lehet, hogyha itt lenne előttünk, akkor hiányoznának olyan funkciók, amik ott vannak már a mai modernebb applikációkban. Ide jött a gyerek fel. Ó. Oh. Hát ide álmomban nem gondoltam volna, hogy fel kell ugrálni a sziklafalon, és akkor majd meg... Hova megy? Sőt, utána lefele is. Megyünk az elfekhez. Néha hátra néz, hogy biztos, hogy jövünk-e. De mi lesz ebből? Na? Nem vagyunk benne biztosak? Merre kell menni? Hol laksz, haver? Várjál! Nehezen talál haza néha. Prefixelt nevek színes átmenetekkel, smiley-kkal, azokkal igen. És a random küldhető hangok. Atya úristen, tudtál felvenni? Bármikor elküldhetted mindenkinek. Senki nem volt tőle biztonságban. Volt olyan, ami üvöltött, mint a szar. Az Extreme Terror DJ Skinhead-től. Jézusom te. És ezt bármikor ráküldhetted valakire. Nekem meg hülyes szokásom volt nem kikapcsolni a gépet éjszakára. Emoji hieroglifák, dekódold az üzenetet. Ja, meg voltak ilyen enyhén erotikus kitalációk is. Például, hogyha beírtad azt, hogy egyenlő, akkor egy pénisznek a közép része jelent meg. Hogyha beírtad a végére, hogy egyenlő D, akkor meg a mak rész. És akkor a 8-as egyenlővel kellett elindítani. És ezek kódolták, ugye? Kis golyszik, meg mindenek. Hogy amennyit beírtál az egyenlőség jelből, akkora hossza lett a pénisznek. Na hát annyi péniszt küldtünk egymásnak, gyerekeket, annyi nem is létezik a világban se. Downloading vírus folyamatség GIF emote részletekben? Az is, igen. Á, jó volt nagyon. Jó volt nagyon. De hát ez már azért a chat leáldozása részemről után volt. Azt nem is tudom, hogy miért nem jártunk egy idő után már a Treffortra, mert hát ott aztán tényleg minden nap megtalálhatóak voltunk. Szerintem 14 éves koromtól kezdve 16-ig biztosan. Mert utána szerintem már elkezdtünk járkálni azért, mert utána lógtunk együtt, mindig kinlógtunk a sarkon az Andrással. Így nyomultunk, nem csináltunk semmit, olyanok voltunk, mint Jay és Néma Bob. Csak úgy ott voltunk a sarkon, ott voltunk, azt beszélgettünk, néztük a járókelőket, ő cigizett, én szotyiztam, jó volt. El voltunk, elhülyéskedtünk. Aztán jött a terrortámadás Amerikákokban, szaladt a Peti, úristen, kitört a háború, úgy mindenki szaladjon gyorsan haza, úgy sprinteltünk, de úgy be voltunk szarva, hogy mi fog történni, mi történhetett, mert leomlott a VTC. Azt a vides mindenit. Voltak azért történések. Kis nyugdíjasok voltunk, azt mondod? Hová viszel minket ez a fiú? Itt laknak ebben az erdőben a tündék, és olyan jól elrejtették magukat, hogy nem is találtunk rájuk. Hát esküszöm, hogy ide egy portkriszt. Azért adja a portkrisztát, hogy tegyem ide? Na hát. És akkor... Bármikor visszajöhetnék az elfek. Ez mondjuk most erősen megfontolandó. Hogyha vissza akarsz jönni, akkor én nem találnék most vissza, mert teljesen zombi módba mentem a gyerek után, miközben az emlékeim között kutattam. Az elfek vőbe. Bár olyan, mint hogyha jártam volna már erre, nézd meg, mert a térkép egyébként itt fel van fedett, egy gyönyörű egy erdő este. Most mondd már, aki egy RPG-ben akar kalandozni, hát nem pontosan ilyen erdőket képzel el, hogy ilyen erdőkben kalandozhasson? Hát mennyire mese szép az egész. Mászkál a szarvas, elfek vezetnek minket az erdő mélyére. Ezek a fák a barátaim voltak. Mondták az entek. Gyönyörű. Eddig szerintem ez le lehetett zárva, azért nem mentünk itt tovább. Ott áll az első elf. Fear not. Ne félj, majd kitalálok valamit. El. Alakarilm ilmen elote. Jó napokat, Grindvir. Gondolom ez az a külhoni, akit említettél. Bár nincs ez megtiltva, de azért ez példátlan esemény, hogy egy jöttment megfigyelhesse az IASZ próbádat. Hát ja, de ő egy nagyon jó barát számomra. És az apám már jóvá hagyta az ő meghívását.
Fionaara osto urne. Hát akkor legyen. Átmehettek. Hogy ez a pont beszéli az elfet? Nem semmi. Akkor nem kell, hogy összefoglaljam a beszélgetésemet Luomirral, ugye? Hogyha lefordított a számodra a pónod. Tudtam, hogy fel kell venni a csapatba, látod? Tök jó, hogy szembe jött ott random. Na, akkor most mehetünk is. Előttünk van a próba. Gondolom, hogy nem kell nekem így semmi. Pöttöm, hova mész? Pöttöm elment pisírni közben ott a fa mellé. Megérkeztünk az elfek erdei otthonához. Amúgy ide nem lesz alapból port kristál. Mert állítólag a játékban van 6 darab vagy 5 darab lehelyezve. És ebből én 2 találtam eddig meg. Szóval tökre el nem tudom képzelni, hogy a 2 közül hogy lehet még a többi. Mert a maradék 4-et azt most már én helyezgettem ide-oda, ahogy a kedvünk tartott a 3-at, bocsánat. Tudod mit ennék? Sült krumplit, meg rántott sajtot. Ti is éhesek vagytok nagyon? Én nagyon éhes vagyok, már 3 órája megyünk, amikor felkeltem azután 1 órával, hát ilyen 4 körül lehettem. Ja, most már tényleg éhes vagyok. Na, azt mondja, hogy quests helyett items. A brutális items. A felhasználása 2 szuperbogárnak. Szevasz Antal bogár, jó pihenést. Jaj, szegény, még olyan kicsi bogi, hogy nem érti ezeket a felnőtt témákat, amikről beszélgetünk. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a mai fiatalok mivel töltik az idejüket. Lehet, hogy pont azokkal, amikkel mi is. Tehát, hogy Messengerrel, Instával. De tudod, hogy mik vannak? Miket nyomulnak? Van ez a Snapchat-es kitaláció. 3-kor keltél? Sajnos igen. 4-kor akartam volna. Na, ide le is ülünk, és akkor megérkeztünk az elfek őrületes elfekvőjébe. A csodálatos városba. Szexchatelnek, meg pikpokolnak. TikTok. A TikTok az biztos, hogy nagyot megy a gyerekek körében, ja. Na, jó. Biztos, hogy szünetet fogunk most tartani, mert nagyon-nagyon éhes vagyok, és akkor közben megtárgyaljuk, hogy mivel menjünk a szünet után majd. Milyen opcióink lehetnének? Van részletekről bármilyen kérés? Mehetnénk Yakuzával is egy kicsit. Vagy folytathatjuk felőlem ezt is, hogyha ezt szeretnétek, mert akkor itt portkristált szerzünk, elmegyünk szépen a Sphinx küldetést, beteljesítjük. Yakuzázni is lehetne. Nem is tudom. Minden esetre küldök nektek egy csodálatos számot, jó? Diablo klón szokott még menni? Melyik? TikTok üzenet száll a szélbe. Tudod, mi száll a szélbe? A dolog, amire soha nem készültél, de most küldöm neked. Köszönöm, hogy megnéztétek, kedves vodnézők, nyomjatok egy tetsziket, vagy egy feliratkozást.